pedig sokan szép jó estét kívánok minden kedves hallgatónak, nézőnek. A mai este a előadás sorozatunk harmadik részéhez értünk el. Nagyon szeretném, hogyha a mai nap kapnának egy kis ízelítőt azok is, akik még nem voltak eddig előadásokon, azok is kapnának, akik már voltak ugye a két előadáson, és a Salgótarjáni televízióban elmondtam, hogy a mai nap nem csak a testi egészségről, hanem a lelki egészségről is szeretnék beszélni, hiszen bizonyára nagyon sokan tetszenek azt tudni, hogy elmondják a pszichológusok, ma már nem titok, hogy a betegségeink hátterébe mindig pszichoszomatikus, azaz lélekből eredő gondok vannak. Lehet lélekből eredő oka egy cukorbetegségnek, egy rossz látásnak, egy ízületi gondnak, egy derék problémának, gyermektelenségnek, érszükületnek, szívritmus gondnak, magas vérnyomásnak. Tehát szinte kivétel nélkül azoknak a problémáknak, amit orvosilag ma nem lehet gyógyítani. Ezek az úgynevezett krónikus betegségek, amikkel eljárunk orvosokhoz, de mindig visszajön, vagy nem gyógyul. Fogunk néhány embert majd kihívni, hogy igyekezzünk gyógyítani, de természetesen ezt a gyógyítást ne úgy tessenek fölfogni, hogy jaj, de jó, hogy itt van most az András, meggyógyít bennünket, nem kell sehová menni. Önök is érzik biztosan, hogy egy ilyen előadáson bele lehet villantani, egy picit bele lehet látni a gyógyításokba, de az természetes, hogy akinek megjön a bizalma egy működő módszerrel szembe, az megkér bennünket, hogy csináljuk meg azokat a dolgokat, amik a betegségeket okozzák. Magyarul mérjük ki a fekhelyét, rakjuk helyre a gerincét, energiával gyógyítsuk meg a gyulladásokat, és hogyha valakin szellem van, akkor azokat a szellemeket engedjük el a házából róla. És természetesen vannak olyan dolgok, amiket egy külső ember nem tud megcsinálni, de föl tudja hívni a figyelmet, mik azok a lelki, gondolati problémák, amelyek megbetegítenek bennünket. És hogy vajon miért vannak ilyen lelki, gondolatbeli problémák? Hát azért, mert kicsi korunktól, óvodától, iskoláig, egyetemig sajnos a boldogságot nem tanítják, hanem csupa boldogtalan embertől tanulunk sémákat, és hát az emberek maguk is, ha boldogtalan embertől tanulnak, boldogtalanná válnak. Csak tessenek megfigyelni, hogy önök kit értékelnek igazán. Ha valaki azt mondja, hogy olyan boldog vagyok, egészséges vagyok, jól mennek a dolgaim, vagy valaki elmondja, hogy gyerekkor óta mennyit szenvedett, mennyi baja van, mit kellett kiállnia. Most csak tessenek figyelni önmagukat. Melyik lesz a szimpatikusabb? Aki panaszkodik, aki a gondjait mondja, és azokat hallgatják meg. És ha azokat hallgatják meg, önöknek is az a szimpatikus, akkor kitől fognak tanulni? Hát igazán tanulni egészséget, boldogságot attól lehetne, aki egészséges és boldog. Csak ez a mai világban nem így működik. Bemegyek az óvodába, hogy van az óvónéni? Hogy van az iskolában a tanárnéni? Egyetemen a professzor úr? Hogy van a polgármesteri hivatalban a hivatalnok? Hogy van a társadalombiztosításnál a hivatalnok? Hogy érzi magát éppen a asztalos mester, vagy az építészmérnök? Hogy érzi magát a doktor úr? Hogy érzi magát az ápolónő? Hát, tetszenek boldog emberrel találkozni? Nagyon ritka kincs a boldog ember. Tőle kellene tanulni. Na de hát, hol vannak ilyen emberek? A boldog emberek egyébként egészségesek. Mert aki boldog, annak nincs pszichoszomatikus problémája, az egészséges is. És ugye mondhatná az ember, hogy hát igen ám, de szegénység van. Tetszettek már látni boldogtalan szegény embert? Igen. És boldogtalan gazdag embert? Igen.
Egy kicsit rosszabb a helyzet a gazdag embereknél, mert míg valaki szegény, reménykedik abban, majd ha egyszer lesz egy autóm, lesz egy házam, lesz egy vizakártyám, én is boldog leszek. Na de a gazdag ember, akinek már van háza, van autója, van vizakártyája, boldog? Annak már a reménye sincs meg, hogyha majd lesz, mert már megvan, és mégis boldogtalan. Talán a kontraszt még nagyobb. Érzi a belső ürességet. Már nincs meg a remény sem. Mert nem nagyon tud kitől, és hogyan tanulni. Tetszene tudni, hogy az emberek valójában mire vágynak egész életükben, csak nem tudják megfogalmazni. Boldogságra vágynak. És mit tetszene gondolni? A boldogság függ-e egy háztól, a villanytól, a televíziótól, az autómtól, a cipőmtől, a ruhámtól? Ezeken múlik-e vajon? Hogy mit eszek, hogy mit iszok? Bizony nem. Ugyanis a boldogság nem egy fiziológiás, nem fizikai dolog, hanem hol van? Belül. Lelki dolog. Mitől függ? Hát a lelki táplálékoktól. A lelki táplálékoktól. És hol lehet lelki táplálékhoz jutni? Hát bizony ezeket a helyeket kell megkeresni. Közeledik egy időpont, nem is akármilyen időpont, és ezzel most nem szomorúságot akarok itt a kedves hallgatóság füleihez eljuttatni, hanem talán egy olyan érzést, egy olyan tudatosságot, amivel nagyon kevesen vannak tisztában. Van egy DVD-m, egy filmem, ennek az a címe, hogy A szellemünk örökké él. Néhány évvel ezelőtt minden szentek előtt forgattuk ezt a filmet, ugyanis tessenek megfigyelni, amikor jön a minden szentek, megmozdul az egész ország. Elindulnak haza. Hát hol van a haza? Ahol a nagyszülők, a szülők nyugszanak. Mindenki elindul, koszorút vesz, virágot vesz, gyertyát vesz, és elindulnak a temetőbe, az ősökhöz. Ami teljesen rendben van, nagyon szép, gyönyörű szokás. Elindulnak a fiatalok, elindulnak az idősek, és nem tudom, megtetszettek-e már figyelni, amikor minden szentekkor, halottak napjakor egy öreg nénike kimegy a temetőbe. Mit csinál ez az öreg nénike ott a temetőbe? Mert ő még tud valamit, hogy ilyenkor mit kell csinálni. És mit csinálnak a fiatalok? Végig gondoljuk ezt egy kicsikét? Ki mondaná el most nekem, hogy az ő anyukája vagy nagymamája halottak napjakor mit csinál a temetőbe? Imádkoznak. Szerbusz papa, szerbusz mama, köszöntik a halottakat. Ennyit? Rendbe teszik a sírokat előtte, igen, készülnek. Ez most egy bánat, vagy egy ünnep? Ünnep, így van, ez egy ünnep. Kiknek az ünnepe? A halottaknak az ünnepe. Egy picikét menjünk egy lépéssel előrébb, meghal valaki. A halottat földbe helyezik, hogy most testét vagy a hamvait, ez teljesen részletkérdés. És mit csinál a rokonság? Hazamegy, és ott mi történik? Tort ülnek. Mit jelent az, hogy tor? Tetszenek tudni, mit jelent ez? Tor, ez annyit jelent, győzelem. Ki győzött? Hát a halott szelleme legyőzte a halál tudatot. Mert mi történt a halott szellemével? Minden ember, aki meghal, rájön, hogy örökké él. Mert a szellem, ahogy kilép a testből, rájön, hogy hát nincs vége a világnak, tovább él csak test nélkül. Míg az élők azt hiszik, hogy meg fognak halni, mit tudnak a halottak? Hogy örökké fognak élni. Ezért hívják a halotti tort
halotti tornak. És ki tudná nekem elmondani, hogy egy ilyen halotti tor hogy zajlik? Összegyűlik a rokonság, és mi történik? Megterítenek, esznek, isznak, kivel? A rokonok és a halott szellemével tesznek ki neki tányért? Tesznek neki poharat? Kiteszik a kedvenc ételeit? Kitöltik a kedvenc italát? Hogy tekintenek a halottra, mint aki a létezésben marad, szellemi lényre? Tudják, hogy a halott szelleme tovább él? Tudják. Ez a halott titor. Esznek, isznak vele. Lehet, hogy tetszettek már ilyet hallani, én gyerekkoromban nagyon nem értettem, amikor még kocintanak is, és mit mondanak a kocintáskor? Éljen a halottunk. Hát hogy éljen a halott? Hát az örök életbe. Mert tudják, hogy a szelleme örökké él. És elengedik a túlvilágra. Tetszenek tudni, az Istennek csodálatos karjai vannak, szentségei vannak. Ilyen, amikor életet ad, ilyen, amikor gyógyít, ilyen, amikor megvigasztal, de a legcsodálatosabb karja, amikor egy öreg, egy beteg, vagy akár egy fiatal halálakor érte nyúl, és a szellemét átviszi az örökké valóságba. A legfinomabb, legszelidebb szentsége az Istennek, amikor átvisz bennünket az örökké valóságba. Vár bennünket. Bizony, amikor valakinél halott van, nagyon nehezen tudja földolgozni a mai világba, mert sok ember azt hiszi, hogy megszületünk valahonnan a semmiből, meghalunk és végünk van. Sokan el sem tudják képzelni azt a körforgást, ami mindennél ugyanígy működik a világban. Tessenek megnézni egy tulipánhagymát. Ledugják, gyönyörűen virít, elhervad, és jövőre új virágot hoz. Vagy akár egy buzaszem, ahogy kalászt hoz. És bizony, mondom néktek, ahogy Jézus Urunk mondta, el kell, hogy az a mag rohadjon, hogy új kalászt hozhasson. És azt is mondja Jézus Urunk, hogy bizony, mondom néktek, újjá kell születnetek. Mert aki testtől való csak test, aki lélektől való, az lélek. És ebben a körforgásban újra és újra visszajövünk. Itt tetszenek gondolni, ezek az idős nénikék, akik megszólítják minden szentekkor a fiúkat, a férjüket, az anyjukat, vagy éppen agyanyjukat. Tudják ezt, hogy az ő szellemük olyankor lejöhet oda a temetőbe? Még tudják. Honnan tudják? Hát az ő nagymamájuk is ezt csinálta. Örök élet, tudatuk van. Szokás. És elbeszélgetnek a temetőbe a halottjuk szellemével. Mi van a gyerekkel, ki beteg a családba, mi van az unokával, hogy sikerült az érettségie, férhez ment, várandós, milyen problémák vannak. És amikor beszélget, ott kint, vagy magába, vagy halkan mondogatja is. A többi síroknál is ott állnak az emberek. Virágot visznek, gyertyát gyújtanak. Tetszenek tudni, hogy miért gyújtanak gyertyát az emberek a temetőbe? Miért visznek virágokat? Ki tudná erre nekem választ adni? Hát biztos nem valami butaság ez, hanem valami nagyon-nagyon ősi dolog. Ki tudna nekem erre választ adni, hogy miért éppen gyertyát gyújtanak, és miért éppen virágot visznek a temetőbe? A fény. Fény a lelkeknek. Szeretik vajon a gyertya fényét, a világosságot, a sötétségbe a szellemek? Igen, szeretik. Az örök világosság fényeskedjen néktek. Milyen jó, ahogy esteledik a temetőbe, és az a gyönyörű gyertyák világítanak. Kit riaszt el onnan a gyertya fénye? A sötét szellemeket. Hogy a fény szellemei, amikor lejönnek, nyugodtan lehessenek, na a sötétség szellemeit elriasztják.
Azért ezt is biztosan tetszenek tudni, hogy vannak a világosságnak fiai, mi is azok vagyunk, és vannak a sötétségnek a fiai. Mit szeret a sötétség? A sötétet. És mit szeret a világosság? A világosságot, a fény. Ezért gyertyákat gyújtunk, mert a szellemek akkor szeretnek igazán jönni, amikor úgy megnyugszik a világ. Nem délbe mennek az emberek a temetőbe, mikor? Napnyugta után. Mert tudják, most jött el a szellemek ideje. De nem mindegy, kikkel találkozunk ott, ártó rossz szellemekkel, vagy azokkal, akiket mi szeretünk, jó szellemekkel. Ezért gyertyát gyújtunk. Nagyon jól tetszett válaszolni, nagyon köszönöm, asszonyom. Miért visznek vajon virágot az emberek? Önök szoktak virágot vinni? Igen, vajon miért? Szeretik? Szeretet kifejezésére, és mert ünnep van. Vihetnénk sok minden mást. Vajon miért éppen virágot viszünk? A szeretet egyik jelképe, nagyon jól tetszettek válaszolni. Milyen van még ennek a virágnak a szépségén kívül? Illata. Mit tetszenek gondolni? A szellemek érzik-e az illatokat? Érzik. Érzik az illatokat, érzik az ízeket, ugyanis a szellemvilágban már nincs ugye tapintásuk, mert nincs testük, nincs hallásuk, de érzik az illatokat, és érzik az ízeket. Ezért illatozó virágokat szoktunk vinni a temetőbe, hogy kedveskedjünk a szellemeknek. Megérkeznek a szellemek. Mit tetszenek gondolni? A halottainknak a szellemei bármikor lejöhetnek a túlvilágról, vagy csak bizonyos napokon? Csak bizonyos napokon. Vajon melyik az a kitüntetett nap, amikor minden szellem lejöhet a túlvilágról? Minden szentek a halottak napja. Ez november 1-e. Ez november 1-e. Ősidők óta tudják az emberek. Megnyillanak az égi kapuk, és lejönnek a szellemek. Az emberek elbeszélgetnek a szellemekkel. Általában azért mondjuk meg őszintén, mi szólunk hozzájuk, és nagyon kevés olyan ember van, aki hallja a szellemek beszédét. Mit tetszenek gondolni? Vannak olyan emberek, akik hallják a szellemek beszédét? Vannak. Hogy hívjuk ezeket az embereket? Médiumok. Így van. Ezek a médiumok. És itt is van sok huncut ember, aki csak úgy tesz, mintha hallaná, és van egy-két olyan médium, aki tényleg azt mondja, amit a szellemek üzennek. Nem tudom, tetszettek-e hallani a putnoki halottlátó asszonyról. Ő egy ilyen asszony volt, aki tényleg bizonyságát tette annak, hogy tud beszélni a halottak szellemeivel. Mit tetszenek gondolni az eddigi előadásokból és az itt történt csodákból, bizonyságok alapján? Mit tetszenek gondolni, én tudok-e beszélni a szellemekkel? Honnan gondolják? Hát mert bizonyságát mutatták a szellemek, amit mondtak, az meg is történt. Ezért nem csak hiszi, tudja is az ember. Amikor lejönnek a szellemek, és elmondjuk nekik, hogy mi történt, hogy történt, mi van a gyerekünkkel, mi van a családdal, vajon kérhetünk is a szellemektől? Nagyon szeretünk kérni, ugye? Vittünk virágot, vittünk gyertyát, örülünk, hogy itt vagyunk, örülünk, hogy leengedtek benneteket a túlvilágról ide a mi világunkból, egyszer mi is visszamegyünk. Tehát itt nem valami soha be nem látható útról van szó, hanem hát pontosan tudjuk, hogy mi is majd föl fogunk oda kerülni. Üdvözöljük a rokonokat, üdvözöljük az ismerősöket, és kérünk tőle. Azt mondjuk, nagyon beteg édesapám, nagyon beteg a gyermekem, drága testvérem, vagy anyukám, vagy keresztanyám,
járjál már a túlvilágiaknál el ezügyben. Kérd már meg őket, hogy segítsenek apámon. Vagy azt mondod, kérd már meg, hogy a gyerek felvételezik, egy kicsit segítsenek már a felvételi vizsgán, súgjanak már neki, vezessék már a kezét. Kérünk a szellemektől, és mi történik halottak napja után egy héttel, két héttel? Van ennek foganatja? Nagyon sok esetben van. Ki segített? Hát a halottjaink szellemei közben jártak az égieknél, halottak napja, és kiknek a napja van? Minden? Kiknél jártak segítség? Kiktől kértek segítséget? Hát a szentjeinknél. És a szentjeink vagy maguk, vagy az angyalok által meghallgatják ezeket a kéréseket, és az elkövetkezendő napokba, hetekbe, amit tudnak, teljesítenek, segítenek. Ez a kis filmem erről szól. Halottak napjára készült, és azért vettem most a kezembe, mert itt van egy nagyon kedves barátom, a Vida Csaba. Ki járt már Szentkuton? Ki járt már kint a kis forrásnál, a Mária forrásnál? Bizony, azt a gyönyörű hidat, amit ott tetszenek látni, a Vida Csaba barátunk finanszírozta, ő építette, aztán a Blaubacher Laci barátunk, ugye, a kis esőbeállót, a kis Mária szentélyt, és van egy gyönyörű forrás, amit sok-sok száz kéz kövezett ki, van egy gyönyörű pad, amit Hegedűs Marika adományozott ennek a helynek. Több száz ember hozta, tette hozzá, nagyon sokan önök közül is virágokat ültettek, önök is építők. Ennek a szent helynek az építői. Kiknek adunk hálát? Máriának és szentjeinknek, akik segítenek rajtunk, hogyha bajban vagyunk. Önök szerint ez egy természetes dolog? Abszolút természetes dolog. Abszolút természetes. Semmi művi dolog nincsen benne. A világ legtermészetesebb dolga. És amikor ma látnak egy természetes embert, mit mondanak rá? Olyan furcsa. Mert ma ki a nem furcsa, aki művi ember, aki személyiség. Ugye ma egy mérnök, egy orvos, egy közgazdász, egy jogász, aki csupa művi dolgot képvisel, természetes. Van egy természetes ember, mit mondanak rá? Furcsa. Olyan másképpen gondolkodik, mint mi. Hát hála a jó Istennek. Megjegyzem, van a diplomás emberek között is, a személyiségek között is olyan, aki még tud természetesen gondolkodni. Sajnos, amikor egy ember szakmát szerez, diplomát szerez, sokszor azonosítja magát a szakmájával. Holott az az embernek csak mi a szakmája? Hát talán 1%-a. Tessenek megfigyelni önöknek is, hány személyisége van. Ott van a szakmája, viselkedik úgy, ahogy a hivatalába vagy a munkahelyén. Viselkedik úgy, ahogy mint mondjuk vásárló, viselkedik úgy, ahogy mint egy eladó, másképp viselkedik a fodrásznál, másképp viselkedik a csemegébe, másképp viselkedik a piacon, ez mind személyiség. Na de mindenkinek van egy énisége, ami nem függhetne a személyiségektől. Az az egyéniség, amikor azt mondják, ez az ember egy egyéniség. Lehet az orvos, pap, bíró, rendőr, katona, bányász, úttörő, azt mondják, ez egy egyéniség, mert félreteszi, hogy én vagyok a... Nem tudom, tetszenek érteni, amit mondok? Ez az egyéniség. És bizony a szellemi dolgoknál igazán nem a személyiségeket szoktuk megvizsgálni, hanem az egyéniségeket. A boldogság egyik titka, tudjak természetes lenni, és tudjak önmagam lenni, egyéniség lenni. És ne tegyek úgy, ahogy az másoknak tetszik, hanem éljek úgy, ahogy nekem jó, ahogy nekem örömöt, boldogságot ad az életem. Kedves Csaba barátom egyik kollégájának meghalt az édesapja. Az anyukája már napok óta nem aludt,
borzasztó bánata volt, kilátástalannak látta az életét, nem is látott további kiutat. És Csaba barátunk ezt a filmet elküldte a kollégával az édesanyjának. Megnézte, és a következőt mondta. Most már meg tudok nyugodni. Erre vártam, hogy ezt valaki nekem egyszer elmondja. Közeledik a minden szentekén. Nagyon szeretném valahol a szívem mélyén, hogyha a családokba ezt a kis filmet megnéznék. Hogy az emberek tudnák, hogy a halállal nem elmúlt a minden, hanem kezdődik egy új körforgás. Tudatosodnának azok a finom kis emlékek, amik még a nagymamákban, nagyapákban ott vannak, de már talán a mai korosztályban csak vislákolnak. Van, aki egész életében arra készül, hogy meg fog halni. Valaki pontosan tudja, hogy a halállal kezdődik egy új élet, egy újjászületés. Ha megengedik, én nagyon szeretnék néhány gondolatot elmondani most arról, hogy mi is a boldogtalanságunknak az oka, hogyan működik, hogy tanultuk ezt meg, és a boldogtalanságunkból hogy következik a lelki problémánk, és a lelki problémáinkból hogy következnek a testi problémáink. És ezt követően majd néhány embert megint szeretnék ide kihívni a színpadra, és a kollégáimmal, a gyógyítóinkkal fogunk önökön segíteni, és azt is megígérem, hogy akik ma este eljöttek, ezt követően mindenki fog gyógyító energiát kapni, meg fogják fogni a fájó részüket, és mindenki felé fogok energiát közölni, hogy meggyógyuljanak. Természetesség. A mai világban, hogy égnek a villanyok, mennek a kamerák, hogy jó meleg van, ezt azt hiszik az emberek természetes, holott ez egy művi dolog. Ha tetszenek még arra emlékezni, amikor kisgyerekek voltak, följöttek a csillagok, a hold, beálltak az ablakba, nézték, hogy ragyognak, és mit mondott anyuka? Le kell feküdni. De anyuci, még úgy szeretném nézni a csillagokat. Nem, gyerekem, le kell feküdni, aludni. És nem tudom, tetszenek emlékezni, hogy reggel, amikor föl kellett kelni, finom meleg paplan alatt, jó kis meleg szobába, és akkor jött anyuka, hogy föl kell kelni. És mit tetszettek mondani? Hát én még aludni akarok. Tessenek figyelni, minden, ami úgy tetszik, ami örömöt ad az embernek, mi rá a válasz? Nem helyes, nem szabad. A gyereknek le kell ülni reggelizni. Mondja a gyerek, nem vagyok éhes, de enni kell. És akkor megetetik. Nagyon sok ember elmondja nekem, hogy félve mondja el, hogy ő úgy szeretne szeretni, de nem tudja, hogy hogy kell szeretni. Ezért, aki nem tud szeretni, mit csinál a gyerekével, mivel szeretetet nem tud neki adni, mert ő maga sem tudja, hogy hogy működik. Úgy gondolja, hogy ha jól megeteti a gyereket, akkor azzal azt az ürességet, ami bennem az a lelki űr, azt megtölti étellel. Ezért sok anyukának ilyen jó kis pufi gyereke van, mert elnézést kérek, mit ad a nem tudható öröm helyett adni neki? Sok ételt. Van, aki egyébként azért is túleteti a gyerekét, hogyha mondjuk rajta van 10-20 kiló plusz, akkor legalább a különbség kisebb legyen. És mi van akkor, amikor a gyerek azt mondja, hogy éhes vagyok? Úgy öröme lenne most megenni, akkor azt mondjuk, hogy most még nincs ebédidő. Mi van akkor, amikor a gyereket beiratjuk az iskolába, nyitva van az ablak, és a gyerek hallgatja a rigókat? Tanárnéni meg magyarázza a szorzótáblát. A gyerek hová figyel?
Hát arra, ami természetes, a rigókra. És mit mond neki a tanárnéni? Már megint mi vonta el a figyelmedet? Hát most a rigó vonja el a gyerek figyelmét, vagy a tanárnéni a rigóról? Ugye? A gyerek, ha a természetes dologra figyel, az ad neki boldogságot, örömet? Hogyne? És amikor nézni kell a táblát, hát az nem biztos, hogy boldogságot fog neki adni, örömet. És a gyerek megtanulja, hogy minden, ami jó volna, ami örömöt, boldogságot ad, az helytelen. Már kicsi korába. A gyerek mosolyog, nevet. Megkérdezik tőle, hogy mit mosolyogsz? De ha szomorú, akkor minden rendben van. Tessenek bemenni a holnap a munkahelyre, és mosolyogjanak. Meg fogják kérdezni, hogy mit mosolyogsz? Egész biztos. Menjenek be bánatos arccal, senki nem kérdez semmit, mert az a természetes. Valaki elkezd nevetni, mit mondanak neki? Nevetésnek sírás lesz a vége. Ugye, mindenhol arra ösztönzik az embert, hogy egyre boldogtalanabb legyen. Mert a boldogtalanság a mai világban teljesen elfogadott. A boldogság, na, mit mosolyog ez? Nem tetszik. Ha valaki szomorú, boldogtalan, nagyon jó befektetés. Oda mennek hozzá, segítgetik, putyulgatják, ápolgatják. Ha valaki boldog, kimegy oda hozzá. Még ki is kerülik, ha valami baja van. Nem megszokott. Nem tudom, tetszenek úgy érezni, hogy mit mondok? Pici korától az embereket arra tanítják, hogy a boldogtalanság jó, ha boldog vagy, az nem jó. Egyetemen mit csinálnak a diákokkal? Ahogy tudják, meghúzzák őket. Ismétlés, fél év ismétlés, és akkor nagyon szomorú, akkor nagyon jó. Jól megneveltük, jól betörtük. Képzeljenek el, bemegy egy diák, és boldog, mosolyog a tanára. Hát, 90% sikertelenség. Mit örülsz gyermekem? Látod a professzor bácsit is, hogy milyen szomorú? Nem tudom, van benne igazság, amit mondok? Vagy talán így is van? És az embereket megtanítják boldogtalannak lenni, fájdalommal élni, szomorkodni. Tessenek megállni valakivel az utcán, beszélgetni egy kicsit. Mit fog rögtön mondani? Ez a baja, az a baja, a férjének a dereka, a gyerek allergiás, nincsen munkája, nem vették fel, nem tudott elmenni, lekéste, elhagyták, megcsalták. És akkor, amikor épp levegőt akar venni, akkor akivel beszélget, az elmondja szinte ugyanezt. Jól kibeszélgetik egymást. Ki beszélik egymást. De csak arról, hogy mik a fájdalmak, mik a rossz dolgok, építő jellegű egy-egy ilyen beszélgetés. Megszokott. Tessenek elképzelni, nem is kell elképzelni, lehet, hogy már meg is próbálták. Találkoznak valakivel, és azt mondják, hogy voltunk mi egy előadáson, kimentem, azóta jobban hallok. Kimentem, azóta mozog a derekam. Te! Hát menjél el te is oda hozzájuk, meggyógyítanak. Mit fog mondani ez az ismerős? Támadásnak fogja venni. Mit akarsz? Nem akarja, mert neki milyen van egyedül? Hát a nyomorúsága. Nem akar tőle megválni, mert az van neki a boldogtalansága. Hát ha nem lenne, milyen lenne neki? Bele sem mer gondolni, hogy boldog lehetne, egészséges lehetne, mert ez ma nem megszokott. Ezért személyes támadásnak veszi, hogyha ön a boldogtalanságától, a nyomorúságától, a betegségétől meg akarja szabadítani. Mond neki egy lehetőséget. Rögtön tiltakozik, és ellenségnek tekinti a másik embert. Ki tapasztalt már ilyet? Tetszenek tudni, miért van ez? Mert így vannak nevelve az emberek. Ezt látják, erre vannak impresszionálva. Ezt mutatják nekik, ezt tanítják nekik. Most bocsánatot kérek, aki itt van, miért van itt? Mert pont a másik dolgot akar. Mit akar? Egészséges akar lenni, boldog akar lenni.
örömteli pillanatokat akar megélni. És én igyekszem is, hogy ebbe a néhány órácskába elvezessem önöket, ebbe a kis világba. Tetszenek tudni, miért ennyien vagyunk? Mert ennyien vágyunk egészségre, boldogságra, örömre. Mások miért nem jöttek be? Félelmükbe. Féltek, hogy lesz egy boldog délutánjuk. Mit fognak vele kezdeni? Hát már úgy megszokták, hogy csőd minden, semmi nem megy, akárhova mennek, semmi nem változik. Úgy megszokták, hogy csak panasz van. Belegondoltak, hogy mi lenne, ha én is ott meggyógyulnék. Mit szólnának a szomszédok, a család? Hogy mondanám el? Torontóba dolgoztam, és egy nagyon érdekes eset történt. A templomba láttam, hogy egy hölgynek egy ilyen protézisszerű szerkezet volt a kezére fölrakva, és hát megkérdeztem a mise után a fővatyát, a Somos József atyát, a Szent István templomba, hogy az első sorban annak a kedves hölgynek miért van így lemerevítve a keze. Szia, ki van mozdulva a csuklója, meg itt a hüvelykúja, és ha megmozdul, azt mondja, ordít kinyába. Mondom, mióta van rajta ez a? Hát azt mondja, 12 éve. Mondom, nem lehetne behívni esetleg a sekrestjébe, mert én megnézném ezt a szerkezetet. Hát azt mondja, behívhatjuk, behívta ezt a hölgyet, és mondom neki, hogy asszonyom, vegyem már le ezt a szerkezetet, azt mondja, Kovács úr, ebbe alszok, ebbe fürdök. Azt mondja, megmozdul a kezem, olyan borzasztó fájdalmam van, hogy maga azt nem tudja fölfogni. Mondom, hát azért csak próbálja már meglevenni. Hát évek óta nem vette le, levette, és helyre tettem a csuklóját és a nyeregizületét itt a hüvelykújhánál. Jajgatni se volt ideje, mert ez körülbelül 1/10 másodperc volt, azért tetszettek látni, hogy hogy dolgozom. Olyan gyorsan, hogy ne legyen ideje fájni. És tökéletesen mozgott a keze. Hát erre a Somos Jóska barátomat, a Szent István templom plébánosát körbe csókolta, hogy engem oda vitt. És akkor mondja a nagyika, hogy van neki egy unokája, azt meg holnap műtenék. Hát mondom, mivel? Azt mondja, képzelj, Kovács úr, jobb csuklójában van egy ciszta, és nem tud írni sem, mert hát ugye ahhoz mozogni kellene, és az a ciszta nem engedi, hogy mozogjon a keze, akkorára nőtt. Mondom, holnap műtenék, és mit szeretne? Hát nem lehetne valahogy azt is megoldani, hát ha engem meggyógyított, akkor hát mondom, meg lehet. De mondom, nem sok időnk van, mert készültünk Szent Louisba. Mondom, egy olyan 2,5-3 órán belül itt tudnak lenni. Hol lakik a gyerek? És mondja, hogy hát több mint 1000 kilométerre, de 2,5-3 órán belül persze itt tudnak lenni. Hát mondom, hogy? Hát van helikopterjük. Az apja az F-16-os vadászbombázó gyárnak a főmérnöke volt, egy magyar fiú. Egyszer csak 2 óra múlva a helikopter leszáll, kijön az anyuka, apuka, 2-3 gyerek, és úgy láttam egy ilyen 7 év körüli gyereket, úgy furcsán tartotta a kezét, nem mondom, ez lesz, azt mondom, gyere csak ide, öcsém. Mi van a kezeddel? Hát azt mondja, nem mozog. Megfogtam a kezét, kis cisztát, fél perc alatt eltüntettem, mozgott a keze. Mire jött az anyukája az orvosi papírokkal, hogy mi a gyereknek a baja, már régen el is felejtette a gyerek, és mondom neki, hogy hát mondom, nagyon szép, tehát tényleg ezek gyűjtögette 3 hónapja a zárójelentéseket, és mondta, hogy holnap műtik Kovács úr a gyereket. És mondták, hogy azért van egy kis veszély is, mert nem csak kiszúrják a cisztát, hanem kiveszik tokostól, és ott azért idegszálak egyebek, tehát azért ennek van rizikója, de ebbe is belementek a szülők. Mindent elmagyarázott, és mondtam, hogy azt mondjam, a gyerekének már régen tökéletes a keze. Oda hívja, és tessenek elképzelni, hogy lemerevedett, lefehéredett. Lát, mondta a gyerek, jó anya, minden rendben. A hölgy lefehéredett, lesápadt, mondom, tetszik neki örülni? Nem tudott szóhoz jutni. És akkor kapott egy kis energiát, szóhoz jutott, és azt mondja, hogy Kovács úr, én műtő asszisztens vagyok. Holnap mit mondok a professzor úrnak? Képzeljék el, eljön helikopterrel tutira, hogy biztos nem tudok segíteni, de hát az anyukának, ugye a nagymamának legyen igaza, csak azért. Eltűnt a...
az élő halott lett. Most mit fog mondani a professzor úrnak? És akkor megnyugtattam, hogy nem tudom visszacsinálni. Hazamentek. Ez csak arról, hogy minek tudunk örülni, és minek nem tudunk örülni. Nagyon relatív. Ez a jó asszony semminek nem tudott örülni. Egyébként nagyon sok olyan ember van, aki csak azt hiszi, hogy ő örül. Kap valaki, vágyik valaki egy autóra. Tessenek belegondolni. Vágyik egy év, két év, megjön az autó, beül, és már mint öri a fejét. Hát a házon megvan a ház, és akkor mint a telken megvan a telek, és a mindig, hát de nem kellene örülni egy kicsit annak, ami megvan? Önöknek van háza? Lakása? Örülnek neki? Hát már úgy megszokták. Van autójuk? Örülnek neki? Vagy már úgy megszokták? Tetszenek érteni? Az egy öröm. Van szép ruhájuk? Örülnek neki? Vagy hát az már megvan. Hát nek örülni. Van otthon villany? Van otthon hideg-meleg víz? Télen van fűtés? Tetszenek tudni, mik ezek a dolgok? Nagyon nagy dolgok. Ma a világnak kétharmadának nincs háza, nem tud enni, nincs hideg vize, nincs meleg vize, nincs fűtése. Csak nálunk azt hiszük, hogy valami borzasztó nagy baj van. Van sok baj, de tetszenek tudni, hol? Itt. Boldogtalanok az emberek. Betegek az emberek. És maguk sem tudják már, mit akarnak. Mert ami megvan, az úgy megvan, de hiányzik valami. Mi hiányzik? A boldogság és az öröm. Boldogok a családok? Boldogok a nagymamák? Boldogok a szülők? Boldogok a gyerekek? Vagy betegek? Szomorúak, kilátástalanok, félnek a haláltól, félnek a holnaptól, tele vannak félelemmel, szorongással. Tetszenek tudni, sok ember azt mondja, hogy én boldog leszek, ha meg lesz az autóm, meg lesz a házam, ha eljön az a menyecske, vagy az a lövőlegény. Én boldog leszek, ha egyszer kijutok Párizsba. Én boldog... Mit tetszenek gondolni? Az az ember, aki feltételhez köti a boldogságát, lehet-e boldog? Soha nem lesz boldog. Mert a boldogság, tetszenek tudni, hol van? Itt és most. Mert ha valaki a múltra gondol, mindig előveszi a múlt fájdalmait, sérelmeit, tüskéjét, azon mindig szomorkodni fog. Ha valaki a jövőbe, hogy majd akkor, ha... Van egy jó hírem. Tetszenek tudni, mi van ma? Amiről tegnap álmodozni tetszettek, vágyni. A jövő. Ma van a tegnap holnapja. Boldogok tetszenek most lenni? Akkor jó. Akkor nagyon örülök neki. Mert boldog csak mikor lehet az ember? Most. Ez a második nagy titok. Mi az első? Csak a természetesség adhat boldogságot. És a második titok, a most adhat boldogságot, hogy mi lesz holnap, az egy álom. Álmodoznak az emberek, illúziókba élnek. Illúzió. Boldog leszek, ha nem leszel boldog. Mondok egy egyszerű példát. Azt mondja a feleség a férjnek, drágám, én nagyon foglak téged szeretni, ha... Miután megmosod a kezed, eltakarítod a kajlót, ha nem jössz be sáros cipővel, ha megvan a fizetés, kézenállásba jössz be a házba, ha. Azt mondja a férj, drágám, én nagyon foglak téged szeretni, ha ilyen csipkés bugyiba vársz engem, ha azt a sódart úgy vágod le nekem, hogy jó vastag legyen, nem olyan kis vékony, és akkor, ha a rántott hús nem nagyon sütöd meg, lesz ebből valaha is szerelem és szeretet? Soha. És miért nem? Mert a szeretetet nem lehet feltételhez szabni. Tetszenek tudni egyáltalán mi az, hogy szeretet?
Az emberek azt mondja, ha megsimogatom, ha enni adok neki, ha adok az unokának egy 100-ast, hát persze most már az az én időmben volt, egy 100 000-est mondjuk, talán az unoka akkor azt mondja, jó van, nagyi, ügyes vagy, hogy összeraktad a nyugdíjat legközelebb is, csak így tovább. Ugye az emberek a szeretetek is mibe próbálják önteni? Egy-egy tárgyba, egy ajándékba, egy utazásba, egy autóba, egy kis pénzbe. Na de a szeretet az fizikai, fiziológiás, vagy egy lelki dolog. Akkor lehet így szeretetet adni, hogy rántott csirke, hogy pénz, hogy ezzel csak próbálják pótolni azt az emberek, amit éreznek, hogy nem tudnak adni. A lelki dolgokat. Na de az, hogy mit jelent lelki boldogság, lelki dolgot adni, tanítják-e vajon valahol? Iskolába, óvodába, templomba? Nem tanítják. Nem tudom, Freudról tetszettek-e hallani? A pszichológia egyik nagyatja, egy osztrák pszichológus. Ma, ha pszichológia iskolába jár valaki, vagy főiskolába, az az első, hogy Freudot megtanítják neki. Ez az alap, ez az A betű. Ez olyan, mint a matematikában az egyes. Az első szám már, úgy tessenek érteni. Freud a következőt mondta, 30 évig kutatta az embereket, és a következőt mondta. Boldogság elérhetetlen az emberek számára. Most tessenek elképzelni, elmegy egy boldogtalan, egy beteg, egy depressziós ember a pszichológushoz. Leül vele szembe. Beszélgetnek. Miért megy a pszichológushoz? Mert boldogtalan. Mi szeretne lenni? Boldog. És a pszichológusnak mi az A betű? Boldog ember nincsen. Ő is boldogtalan. Azért, mert bármerre indulnak az emberek, autó, pénz, barát, barátnő, valahol sehol nem találják a boldogságot. Elindulnak száz felé, de egyik sem oda vezet. Mert mindegyik irány merre vezet? Kifelé, és valamilyen anyagi fogható forma felé. De a szeretet, a boldogság, az nem anyagi és nem fogható. Hát pont ez benne a gyönyörű, hogy szellemi, lelki és egy csoda. Mit tetszene gondolni? Az az ember, aki úgy nő fel, hogy születtél és meg fogsz halni. Vajon tud-e boldog lenni? Hát nem igen. Mert boldogságot, örömöt csak az adhat, ami nem múlik el, ami örök. Örök az öröm. Kapok egy csokor virágot, ez ad nekem egy élvezetet. Megeszek egy mogyorós csokit, ad nekem egy élvezetet. Elnyalok egy fagyit, élvezetet ad. Szeretkezek, élvezetet ad. De elmúlik. És már rögtön azon, jaj, kapok-e még egy fagyit? Hú, mikor szerelmeskedünk még egyszer? Meg tudok-e? Tetszenek? Rögtön minden anyagi dolognak ott van az ellenpárja, hogy elmúlik. Ezért nem adhat igazán. Na de az igazi öröm, az igazi boldogság, az nem múlik el. Tetszenek még emlékezni azokra a szép pillanatokra, arra a szép karácsonyra, arra a szép születésnapra, arra a szerelmes órára, percre, hétre. Volt ilyen? Megmaradt? Meg. Pedig lehet, hogy a cipő lyukas volt, lehet, hogy egy kis mosott farmer volt rajtunk, mert egy nadrágunk volt, lehet, hogy egy kis trikócskába voltunk, lehet, hogy fagyira se volt pénzünk, meg nem is autóval mentünk, hanem titokba találkoztunk. Egy patakpartján, vagy egy réten. Volt valami, ami anyagi volt? Nem. Egész más volt. Valami lelki. És megmaradt, és örökre megmarad. És amikor majd lehunja a szemét, és végigpörög az élete, ez biztos, hogy elő fog jönni. És az, hogy hány autója volt, milyen háza, milyen szekrénysor, ha hiszik, hanem ez nem fog előjönni. Az emberek azért próbálnak anyagilag úgy mindent, hogy hát, ha boldogabbak lesznek. Megjegyzem,
Adja meg a jó Isten, hogy mindenkinek szép ruhája, szép háza, szép butorja legyen. Mert ebbe a földi életbe jó, ha van. De a boldogság nem ezen múlik. Az egészség sem ezen múlik. Egész máson. Igazi boldogságot belső értékek adnak. Igazi boldogságot a spontaneitás ad. Tessenek elképzelni, találkoznak a szerelmükkel, vagy a kisunokájukkal, és akkor azt mondják, hogy igen, most meg kell fogni a kezét, igen, most megyünk egy kicsit, most megölelem, jó, most megcsókolom, megengedik, hogy elmondjak egy viccet? Nincsen neki gyerekek, ugye? Hát egyszer van egy kicsit ilyen személyiség fiatalember, aki személyiség, de nem egyéniség. Anyuka kitanítatja iskolákba, diploma minden megvan, újsághirdetésbe szerez neki egy menyecskét, és hát ugye eljön a nász éjszaka. Na most a kisfiú mindig azt csinálja, amire anyuka tanítja, amit anyuka mond neki, és hát ott van mellette a mobiltelefon, és ugye, hogy ez a nász éjszaka jól sikerüljön, anyuka biztosítja afelől, hogy kisfiam, mindig azt csináld, amit én mondok neked. És hát otthon vannak, telefon, anyuka, itthon vagyunk, mit csinálj? Anyuka, simogasd a feleségedet. Hát a kitanítatott, jól nevelt kisfiú elkezdi simogatni a feleségét. Fél óráig simogatja, és mondja, hogy anyuka, mit csináljak? Telefonon vissza, öltöztesd le, most úgy simogasd. Leöltözteti, úgy simogatja. Hát fél feleség, hát már lehet, ugye? Fél óra múlva telefonál megint a kisfiú, hogy anyuka, és most mit csináljak? És hát mondja az anyuka, hogy hát kisfiam, eljött az a pillanat, amit el kell, hogy mondjak neked. Drága kisfiam, a legkeményebb részed. Most dugd be oda, ahol a kislány pisilni szokott. 2 perc múlva telefon, a menny telefonál. Drága anyuka, a Józsi kiment a fürdőszobába, bedugta a fejét a WC-be, és nem bírom kihúzni. Na most, ugye, keressük az örömöt, és keressük a boldogságot, csak ez nem biztos, hogy úgy működik, hogy tanul dolgokat csináljunk, mert tetszenek tudni, a boldogságnak megvan a titka, hogy természetes legyen, hogy most legyen, és van még egy nagyon nagy titka. Spontán legyen. Spontán. Ha én egy bizonyos helyzetben nem tudom, hogy mit kell csinálni, és sok ilyen helyzet van, akkor én nem tudok boldog lenni. Milyen jó egy helyzetben, amikor mindenki csak áll, és én oda megyek, és segítek. És mondjuk megmentek valakit. Amikor van egy beteg, halálos beteg, oda megyek, és azt mondom, tedd el az ágyad, kapsz energiát. Gyere el egy szent helyre, és meg fogsz gyógyulni. Tetszenek érteni? Spontán tudom, hogy mit kell csinálni. De ha nem tudom, akkor végignézem, ahogy az az ember szenved, és az az ember meghal. A spontaneitáshoz tetszenek tudni, mi kell? Élettapasztalat, természetes dolgok kellenek. Az emberek mire figyelnek? A televízióra, a rádiótelefonra, az autóra, a házra, a CT-re, az MRI-re. Tetszenek figyelni, mi vonja el az emberek figyelmét? Minden, ami nem természetes. És mit ad ez nekik? Boldogtalanságot. Boldogtalanságot. Nemrégiben egy repülőgépen utaztam egy Boeing 747-esen. És útközben tudtam a pilótával is beszélni, egy magyar pilóta volt, és ahogy elhagytuk Budapestet, éppen Győr felé mentünk, lenéztünk így a repülőgépből, gyönyörű a Duna, ahogy ott szerte ágazik Győr környékén. Lenézett a pilóta, és azt mondta, hogy Kovács úr, gyerekkoromban mindig ott horgáztam. És ahogy ott horgáztam, mindig néztem az eget, Istenem, ha egyszer pilóta lehetnék. Szia, tudja?
Most, amikor itt repülök, hétről hétre, mindig lenézek, és arra gondolok, Istenem, ha egyszer még ott horgászhatnék. Tetszenek tudni, ma egy Boeing 747-es a világ legjobb repülőgépe. Micsoda nagy dolog, hogy vezetheti egy fiatal ember. Mert elérte a tanulással, tanult, egészségügyi vizsgák, szimulátorok, harci repülőgépek, és eljutott oda, hogy egy Boeing 747-esen rábíznak több mint 700 embert, hogy vigye át Amerikába. Azt hitte, hogy boldoggá fogja tenni. És boldoggá tette? Amikor beült a repülőgépbe, büszke volt a személyiségére, de az egyénisége, csak az lehet boldog, az mit kívánt? Hogy még egyszer ott horgászhasson. Tetszenek tudni, a személyiség az mindig szeretne elérni valamit, ami műdolog. Mert ma azt mondják az óvónénik, majd ha elvégzed az általános iskolát, mit mond az iskolába az igazgató bácsi? Majd ha elvégeztétek a középiskolát, mit mondanak a középiskolába? Majd ha elvégeztétek az egyetemet, és mit mondanak az egyetemnél? Gyerekek, elvégeztétek az egyetemet, munka nincs. Odázzák a boldogságot, mintha az majd eljönne. Közben valaki vagy boldog végig, az egyetem végéig és utána is, vagy nem. A sportolók, ahogy sportolnak, edzenek minden nap, 4 órát, 6 órát, 8 órát, hogy egyszer olimpiai bajnok legyen. És a világon egy-egy embernek megadatik. És amikor ott van, azt hiszi, hogy az majd megadja neki a boldogságot. Boldogabb ember lesz ő attól, hogy olimpiai bajnok? Tetszettek már találkozni olimpiai bajnokokkal 10 év múlva, 20 év múlva? Roncsok. Roncsok ezek az emberek. Egy pillanatnyi, hogy mondjam önöknek, élvezi, hogy ő az első. Úgy elsírja magát, hogy Istenem, mennyi munka van e mögött. Nagy Sándor, amikor végigdúlta Európát, Ázsiát, Afrikát, Indiát, a világ ura lett, bezárkózott egy szobába, és 2 napig sírt. És bementek az emberei, megkérdezték, hogy miért sírsz? Tetszenek tudni, miért sírt? Mert azt hitte, ha ő a világ ura lesz, akkor boldog lesz. De boldog volt. Mit tetszenek gondolni? Napóleon boldog volt? Lenin boldog volt? Hitler boldog volt? Pedig szinte a világ urai voltak. De a boldogságot nem az adja meg. Vannak, akik azt választják, hogy jógáznak, vagy tornáznak, vagy csíkunk gyakorlatokat végeznek, és minél több energiához jutnak, annál több energiájuk lesz a boldogtalanságra. Azért beszélek most a boldogtalanságról, mert szeretném, hogyha nem csak a fiúkba, vagy az anyjukba, vagy a párjukba, hanem mindenki úgy magába is egy kicsit megtalálná, hogy merre megy rossz felé. És ezt a rossz felét ne úgy tessenek érteni, hogy valami rosszaságot csinálnak, mert ma kit szeretnek? Ma azt szeretik, aki szomorú, aki megül egy helybe, aki nem gondolkodik, azt csinálja, amit mondanak neki. Ezt az embertípus szeretik. Akik félelemben, rettegésben élnek. Mert ragyogóan lehet őket manipulálni. Egy boldog emberrel nem nagyon tudnak mit kezdeni. Nem szeretik. Ahhoz, hogy valaki a boldogtalanságát le tudja tenni, ahhoz szembe kell először nézni azzal, hogy ilyen vagyok. Tessenek megfigyelni mától, bárkivel, ha beszélgetnek, férjükkel, feleségükkel, anyukával, barátnővel, kollégával, miről beszélgetnek. Tessenek magukat megfigyelni. Miből áll ki a beszéd 99%-a? Panaszkodásból. Panaszkodásból. És vissza szintén.
hozzanak egy döntést, hogy most néhány napig vagy egy hétig nem panaszkodnak. Ki meri ezt a döntést meghozni? Én ezt a döntést meghoztam 20 évvel ezelőtt. 20 évvel ezelőtt. Úgy eltűntek a régi barátok, haverok, hogy még olyat nem tetszettek látni. Így. Csak tetszenek tudni, jöttek helyette, nem sokan, kevesen, igaz barátok. Olyan emberek, akikre vágytam. És 2-3 év múlva elkezdett megváltozni az életem. Mert ez olyan, mint egy új szoftver. Nem tudom, komputerre kinek van otthon. Van a komputer, és lehet benne a szoftvereket cserélni. Itt a komputer, önök is ugyanolyan komputerek, mint én vagyok, kezes lábosunk van. És van benne egy szoftver. Ezt néha ki lehet húzni, és betenni egy másikat. Szoftver frissítés. Tetszenek tudni, ki volt a világ legnagyobb szoftver frissítője? Jézus Urunk. Adott egy új szoftvert. Arra tanította az embereket, hogy örvendezzetek. Legyetek boldogok. Gyógyuljatok meg. Ezt és ezt kell hozzá csinálni. Odaadta a szoftvert. Mégis ma, akik róla beszélnek, valami egész másról beszélnek. Arról beszélnek, hogy hogy ölték meg. És nem arról, hogy hogyan élt. Jézus Urunknak 33 gyönyörű éve volt, élete volt. És volt néhány nap, amikor igen szenvedett, mert meggyilkolták. De hát most erről a 2-3 napról kell reggeltől estig beszélni, vagy beszélhetnénk a 33 gyönyörű évéről. Mert ha esetleg arról beszélnénk, akkor az, aki ennek a legnagyobb tanítója volt. Tudnánk, hogy hogy tanította az embereket, hogy boldogok legyenek, és hogy egészségesek. A süketek hallottak? A vakok láttak? A mozgássérültek? Gyógyultak? Még a halottakat is föltámasztotta. Hol vannak most az ő képviselői? Tetszenek látni olyan papokat, akik süketeket, vakokat, bénákat gyógyítanak? Jézus Urunk, amikor elengedte a tanítványait, mit mondott nekik? Ne vigyetek semmi mást magatokkal, Márk 6.9, ki tudja befejezni? Ne vegyetek semmi más magatokkal, csak a pálcátokat. Tetszenek látni ma Jézus Urunk földi képviselői kezébe pálcát? Elfelejtették, hogy mit tanított Jézus? Nem is tudják használni. Most a templomokba tetszenek tudni, mit hirdetnek? Óvakodjatok a pálcás emberektől. Magyarul kitől kell óvakodni? Jézus Urunk tanítványaitól. Itt tartunk. Nem a pártirodán hirdetik, a templomokba. Óvakodjatok a pálcás emberektől. Magyarul Jézus Urunk tanítványaitól. Nagyon szomorú, hogyha egy pap nem olvassa el Márk 6.9-et. Van otthon önöknek Biblia? Nyissák ki. Van 4 evangéliumista, Márk 6.8, 6.9. Le van írva. Ugyanis ezzel a kis pálcával vajon milyen dolgokba lehet belelátni, amit Jézus Urunk tanított? A lelki és a szellemi dolgokba. Mi az élet legfontosabb része, ami örömet és boldogságot ad nekünk? Hát a lelki és a szellemi dolgok. Mi az, ami eligazít ebbe a világba? Hát bizony, ehhez kell egy pálca, hogy ebbe eligazodjunk. A boldogságot sokan, amikor eltervezik, hogy így és így és így megcsinálom, majd ha ezt és ezt és ezt megcsinálom, boldog leszek. Már van egy rossz hírem. A boldogságot nem lehet megteremteni. Tetszenek tudni, hogy miért nem? Mert megvan. Ki látott már pici babát? Aki megszületett. 1 éves kisgyereket, 2 éves kisgyereket. Milyen egy ilyen gyerek? Hát tündér, aranyos, ragyog, nevet. Boldog? Örül? Mindennek örül? Amikor elkezd járni utána, elkezd, miért szaladgál körbe az udvaron? Tessék megkérdezni, miért szaladgálsz, mit fog mondani? Jól esik.
Hát mi mikor szaladunk, ha kergetnek bennünket? Ugye? Tehát egy gyerek szaladgál, mert ezt kívánja a boldogsága, az öröme. Mosolyog. Hát minden nap meg kérdezi, miért mosolyogsz? Miért mosolyog? Mert boldog, hogy él. Hogy eszik, hogy iszik, hogy levegőt vesz, hogy látja azokat, akiket szeret. Mit tetszenek gondolni? A boldogság és az öröm megtanulható, elérhető, vagy bennünk van? És ha bennünk van, az emberek miért nem találják meg? Mert rossz felé indulnak. Rossz felé indulnak. A gyerek még el se indul, ott van a kis baba ágyba, boldog, boldog, örül, örül. Még el se indult, megleli. És amikor elindulnak az emberek, egyre nagyobb személyiségek kívánnak. Mit keresnek egész életükbe? A boldogságot is megtalálják? Nem. És miért nem? Mert kívül keresik, és hol van? Belül. Okozhat ez betegséget, hogy nem boldogok, hogy nincs örömük? Bármilyet. Kihullhat a haja, elmehet a tejecskéje, lehet, hogy nem lesz kisbabája, lehet miómája, lehet érszükülete, bármilyen problémája lehet. Pszichoszomatika. A boldogságot azt nem megteremteni kell, hanem meg kell látni. Meg kell élni. Mikor? Tanultuk már. Most. Nem halogathatjuk majd egy év múlva, majd egy hét múlva, majd ha Jóskával találkozok. Nem. Most. A boldogság bennünk van. Nem megteremteni kell, meg kell tudni élni. Kell hozzá egy kis bátorság. Kell hozzá egy kis merészség. Mit fog szólni a rokonság? Mit fog szólni a férje otthon? Vagy a felesége? Drágám, van valami probléma? Mosolyogsz. Mi történt? Csak nincs talán valami baj. Bizony a boldogságot meg kell tanulni, megélni. Annak az embernek, akinek van már boldogsága a bensőjébe, itt abban a légüres térben, amit úgy hívunk, hogy lélek, azt meg lehet tölteni. Örömmel, boldogsággal vagy ott, üresen el lehet vele járni. Akinek nincs belül semmi, arra mondják, hogy lelki nyomorék. Szellemi szegény. És a lelki nyomorékság adhat egy testi nyomorékságot? Igen. De ha a lelke tele van, van belül valami, kisugározhat az vajon? És ezt a kisugárzást hogy hívjuk? Na, ez a szeretet. Ez a szeretet, amikor a bent lévő öröm, energia, erő kisugárzik az emberek felé. És milyen érzésem van nekem, miközben kisugárzik ez a boldogság? Mit érzek én? Boldogságot és örömöt érzek. Ez az öröm. És ahogy kisugárzik belőlem, a körülöttem lévő teret vajon megtölti-e ez az atmoszféra? Lehet ezt érezni? Hogy jó a légkör? Jártak már úgy, hogy elmentek egy ismerősökhöz, beléptek, és azt mondták, ajjaj, itt a villámok szaladgálnak. Leültek, és alig várták, hogy elmehet, pedig mosolyogtak. Minden rendben volt, amíg ott voltak. Csak utána mi volt ott meg előtte? Ki járt már így? És önökhöz kopogtak már be így vendégek? És rögtön minden rendben volt? És mentek-e már úgy be önökhöz, hogy boldogság volt, öröm, és akkor belépett valaki? És mit mondott az a valaki? De jó itt nálatok. De jó a légkör. De jó az atmoszféra. Lehet jó légkör, lehet jó atmoszféra egy ilyen előadó terembe? Tönkre teheti ezt most itt valaki? Hát higgyék el, van egy-két ördög fióka, aki megtesz mindent, hogy tönkre tegye. Tönkre teheti. Egy munkahelyen lehet jó légkör?
És tönkre teheti egy-két savanyú káposzta? Egy fodrásznál lehet jó légkör. És lehet olyan, hogy belép a fodrász üzletbe, és megáll a levegő. Tetszenek érezni, mi az, hogy atmoszféra? Ki teremti ezt az atmoszférát? Az ott lévő ember, vagy az ott lévő emberek? Mert ha valaki teremt egy jó atmoszférát, részesül abból más is? És belép valaki, tönkre teheti? Nagyon tessenek arra ügyelni, ha már megteremtették magukba a boldogságot. Ha töltekeztek lelki dolgokkal. És ez a boldogság, ez a felszínre tud jönni. És a házukban nyugalom és békesség van. Ne nagyon barátkozzanak olyan emberekkel, akik ezt az atmoszférát tönkre teszik. És ha megengedik, még segítek egy kicsit abban, hogyan lehet erőre, energiára szert tenni, hogy ez a boldogság tényleg úgy, mint egy szökőkút ki tudjon az emberből jönni. Kíváncsiak erre? Tessenek elképzelni, hogy mindenkinek a jóisten ad egy akkumulátort. Egy 12 voltos akkumulátort. Ez az akkumulátor olyan, hogy amikor megszületünk, már ott van. A gyerek beragyogja az egész házat. Hát de, hát ott mi? Még az utcán is boldogok, ha elmennek egy kisbabás háznál. Nő a gyerek, egy kicsit elkezd irigykedni. Ez olyan, mintha a 12 voltos akkumulátorra rákapcsolna egy kis lámpát. Már neki rögtön mennyi jutna csak? Hát 11. De legyen ez egy, beszéljünk teljesítménybe, van egy 100 wattos akkumulátorunk. Ez a kis lámpa elvisz 10 wattot. Aztán a gyerek megtanulja, hogy a szomszédot gyűlölni kell, mert a szomszédjukja mindig lelekeli a sóskát a kertünkbe. Ezért a gyerek mindig, amikor átnégy a szomszédba, így föllángol benne a gyűlölet. Van egy 100 wattos akkumulátora, van benne 10 watt, ami már elment, ez egy másik kis te. Erre is elmegy 10 watt, hogy gyűlölni fogok. Megtanítják a gyereket félni. Vigyázni kell, mert ez meg ex-történhet. Kocsi alá eshetsz és meghalhatsz. Ezért a gyerek megtanul félni is. A félelem energiát követel tőle. Ez is elvisz 10 wattot. A gyerekkel megtanítják, hogy te nem vagy senki és semmi. Mert te csak egy kis magyar vagy, bezzeg, ha német vagy amerikai lennél, de te senki és semmi vagy. A gyerek megtanulja, hogy kisebb rendűnek kell lenni? Meg. Ez is elvesz 10 watt energiát. Hát még mindig van 70, 60, félelem, gyűlölet, kisebb rendűség, harag. Tetszenek még tudni ilyen energiarabló dolgokat? Például irigység, féltékenység, ó, az elvisz 30 wattot is. Ki tud még mondani ilyen aranyos kis dolgokat? Sajnálat, jaj, mindig sajnálat, hát arra is energia kell. Panaszkodás, ha, kipirul az ember, és amikor panaszkodik, és látja, hogy a másik veszi, és van neki egy homokdombja, miről fog beszélni, hogy Monteverestem van. Ugye, mert figyeljék meg, az emberek nem annyit mondanak el, amennyi van, hanem úgy sokkal többet, hogy nagyon sajnálják őket, mert nagyon élvezik, ha nagyon sajnálják őket. És ez veszel energiát az embertől? Mennyi marad arra, hogy éljenek? 5 watt? 1 watt? Hát lehetne 100, na de elveszi ez a sok butaság, ami kibe vannak. Hát általában az emberekbe. Mi veszi el az energiájuk 99%-át? Azok a dolgok, amik pont a boldogság és az öröm ellen dolgoznak. Rossz májusság, rossz indulat. És marad 1% is így, és azt mondja, hogy nem vagyok boldog, azt látom. Hát mitől lennél? Na, a boldogság az mitől lenne? Kitakarítaná ezt a sok vackot magából, és ezt a 100 watt energiát kiárasztaná. Tetszenek tudni, hogy szeretni csak azt tud, aki tud boldog lenni, és akinek öröme van?
Mert aki nem tud boldog lenni, és akinek nincs öröme, az csak úgy tesz, gyere kis unokám, hagyd szeretgesselek meg, a nagymamának már úgyis mindegy. Vagy eljön a nagymama egy táltos előadásra, azt mondja, na, én mától nem panaszkodok. Leteszem ezt a sok idiótaságot, amit tényleg felvett az ember, rám ragadt, mindenki ilyen volt. Leteszem, szembenézek kivel? Saját magammal, mától nem panaszkodok. Elmegyek a fodrászhoz, veszek egy új trikót, fölvágom a szoknyámat. Hello, kisunokám! Hogy vagytok? Na, mit fog szólni a kisunoka? Nagyi, hát én ilyen voltam 2 éves koromban, mint te, ilyen aranyos. Hát, kisunokám, tudod, hogy kell ezt csinálni? És mit fognak elmondani a kisunokának, hogy kell ezt csinálni? Amit itt hallottak. Emlékeznek még rá, miről beszéltünk? Ha javasolhatom, ne a 40-50 éves entellektuál gyerekének mondja el, aki nagyon komoly hivatalban dolgozik. Ő személyiség. Őt még nem érdekli az egyéniség. Vegyék már észre, hogy ő egy személyiség. Na. Milyen szép, és milyen jó lenne, hogyha a gyerekeinket megtanítanánk az örömre és a boldogságra. Milyen jó, hogyha a gyermekeink, a 30-40 éves gyermekünk is tud örülni és boldognak lenni. Milyen jó. Jó nekem, jó a környezetének, jó az egész világnak, mert jó légköre van. Jó az atmoszféra körülötte. Tessenek elgondolkodni azon, hogy miért félnek az örömtől és a boldogságtól az emberek. És tessenek azon is elgondolkodni, hogy mit ad nekik a boldogtalanság és az örömtelenség. És tessenek azon is elgondolkodni, hogy az anyagi jólét és a lelki boldogságnak az égvilágon semmi köze nincsen egymáshoz. De milyen jó, amikor meg is tudok élni, meg még boldogságom is van. Ezt a néhány gondolatot kívántam elmondani azelőtt, mielőtt egy kicsikét meghívjuk az égieket segítségül, hogy a betegségeinken javítsanak. Egyre több embert látok gyönyörű szent helyeinken, amiket építettünk. Sokan kijönnek, elidőznek ott egy kicsit. És tetszenek tudni, mit kapnak egy ilyen szent helyen az emberek? Szurdok püspökibe, vagy Szent Kuton Szűz Mária forrás mentén. Amikor leül az az ember, hol van? A természetbe. És a múltba vagy a jövőbe van? A jelenbe. A természetbe van, és a jelenbe. És várják az emberek, hogy valami megérintse őket. És meg is érinti. Tetszenek tudni, micsoda? A jelen szépsége, a jelen jósága, a jelen finomsága, azok a finom energiák, amiket csak úgy érzünk meg, ha nem a múltunkon, meg nem a jelenünkön gondolkodunk. És mit tetszenek gondolni? Nagy szellemek. Csak halottak napján jöhetnek le ide a földre, vagy esetleg máskor is. Máskor is, angyalok és a szentek szellemei. És mit tetszenek gondolni? Ezek a buszpályaudvar büféjét látogatják, a McDonald's-ot látogatják, a pókerklubot látogatják, vagy esetleg ők is szent helyekre szeretnek a földön elmenni. Miért mennek oda? Hát mert életükben is azok voltak a kedvenc. Végig látogatják. És mit tetszenek gondolni? Ha valaki kimegy 10-szer, 20-szor egy ilyen szent helyre, lehet-e éppen úgy, hogy éppen arra jár egy nagy szellem, vagy egy angyal, és megérinti? Hol az esélye
annak nagyobb, hogy találkozzon vele. Itt a buszpályaudvaron, vagy mondjuk egy szent helyen. Hát sokkal nagyobb. Hallottatok-e már ott olyanokról, hogy ott csodák történtek? Ki hallott már önök közül, hogy ilyen szent helyen csodat, gyógyulás történt? Bizony, bizony. És most tovább megyek. Ha valakivel csodás gyógyulás történik, eltűnik egy bőrbetegség, egy érszüklet, újra lát, újra hal, eltűnik egy golyva, beáll a vérnyomása. Vajon el kell-e azon gondolkodni, hogy hogy éljen tovább, hogy ez ne jöjjön vissza, vagy megkapta ezt a csodát, és akkor rendben van. Semmit nem kell neki tenni. Na, hogy gondolják? Hát tovább kell gondolni. Bizony tovább kell gondolni. Mert a Jóisten egyszer-egyszer az életünkbe mutat csodát. És utána mit mond? Segíts magadon, Isten is megsegít. És bizony, aki tapasztal egy ilyet, utána tegyen azért, hogy újra ne jöjjön vissza a betegsége. Amikor Jézus Urunk meggyógyítja a vakot, és találkozik vele két hét múlva, mit mond neki? Látod, meggyógyultál. Vigyázz, hasonlóképpen többet ne vétkezzél. Mit tetszene gondolni? Vétkezik-e az az ember, aki tudatlanságánál fogva beteszi mondjuk egy földsugárzásba a fekhelyét, és ott rákos lesz? Hát a tudatlanság, ha hiszik, hanem egy vétek. Mert biztos, hogy hallott már róla, nem mondhatja, hogy nem tudok, csak esetleg azt mondja, én, mint intellektuál, mint személyiség, nem fogadom el ezt a dolgot, mert ha nekem több energiám lenne, még akár boldog is lehetnék. Ezért én benne maradok a földsugárzásba. Mit tetszene gondolni egy olyan ember, aki visszanyeri a mozgását, de tudja, hogyha ugyanazt teszi, ugyanott fekszik, ugyanúgy újra lemeszesedik. Vajon el fog-e járni ezt követően mondjuk egy csontkovácshoz, hogy néha a gerincét hozza rendbe? És ha nem jár el, mi lesz vele? Megint úgy fog járni. Hát a Jóisten ad egy lélegzetvételnyi időt. El kellene azon gondolkodni, hogy elindulok egy természetes úton. Az, hogy nekem a csigolyáimat néha letisztogatják, helyre teszik, ez egy természetes dolog. De CT-re, MRI-re el fog menni, hogy mutogathassa, hogy három sérben van. Hivatalosan. És mi lenne, hogy egy se lenne? Hát akkor mit mutogatnám, Kovács úr? Hát mondjuk a boldogságot, az egészséget. De hát arra nem kíváncsi senki. Ön sem? Mert az életünk nem arról szól, hogy másnak mutogassuk, hanem hogy mi megéljük. Nem tudom, észre tetszettek-e venni, hogy sok ember nem is a saját életét éli. Azt éli, amit elvárnak tőle. A főnöke, a munkatársa, a barátok, a férje, a felesége, a gyerekei. És hol vagy te? Találkoztam egy asszonnyal, 9 éves korában lebénult a fél oldala. És akkor hallott Falloskútról. Tetszene-e tudni, hol van Falloskút? Azt mondja, kiment a legközelebbi faluig, vitte a busz, és azt mondja, 4 kézláb mászott fel Falloskútig. És a szűzanya szelleme éppen ott járhatott, mert meggyógyította. Már úgy jött le, hogy nem volt bénult. Személyesen találkoztam vele, most 2 éve a rendelőmbe. Féloldali bénultan jött be. És mondom, mi történt, asszonyom? Szia, több mint 30 évig jól voltam. Szia, 2 hete megint lebénultam. És megkérdeztem ezt az asszonyt. 9 éves korában ugyanígy voltam. És mondom, azóta hányszor volt Falloskúton? Szia, 1-szer se. Most félre ne tessenek érteni, én senkinek nem tehetek szemrehányást. Még csak
véleményt sem akarok alkotni. De most gondoljanak bele, féloldali bénultak, meggyógyítja önöket Szűz Mária. És bocsánatot kérek, nem illene évente egyszer egy szál gyertyát gyújtani, egy tulipánhagymát kivinni, megköszönni? Eljött hozzám ez az asszony 30 év múlva félig lebénultan, akkor kérte, hogy segítsek. Nagyon nehéz dolga van egy magamfajta gyógyítónak. Én segíthetek, de bocsánatot kérek, nagyon sok szinten baj van. Testileg, energetikailag, érzelmileg, gondolatilag, kapcsolatilag, lelkileg, szellemileg. Ha én ezt nem tanítom meg az embereknek, akkor újra és újra betegek lesznek. Tetszenek tudni, amikor bevisz az ember egy autót a szerelőhöz, hogy kotyog a kormány. És azt mondja az autószerelő, aha, gömcsukló, kormánymű, teleszkóp, belső dob, külső dob, és azt hiszem, de csak a kormány kotyog, nem lehetne a kormányt kicserélni. Tetszenek érteni, az a kormány nem azért kotyog, mert a kormánnyal baj van, hanem az a futómű szét van menve. Bejön valaki hozzám, hogy Kovács úr, van egy cisztám. És akkor azt mondom, drága asszonyom, fekhelyét ki kell mérni, mert betegség csak ott jön, ahol energiahiány van. Hol van energiahiány? Ahol földsugárzás fölött fekszik. Ki kellene hagyni a táplálkozásából a tejet, a sajtot, a tojást, az édességet, mert ezek a nyákok képezik sajnos a nőgyógyászati problémáknak túlnyomó többségét. Nagyon jó lenne, hogyha a nőiességét helyre tudná tenni. Mert nem véletlen, hogy nem itt jött a ciszta, vagy itt, hanem pont. Hogy pont ott jött. Mert mivel van baj? A nőiességével. És akkor elmondja még az ember, hogy kapcsolatban is van egy kis baj, lelkileg milyen szegény, mert semmi lelki táplálékot nem vesz magához, arról nem is beszélve, hogyha mondjuk van még rajta egy halott embernek a szelleme, aki éppen egy nőgyógyászati probléma miatt lett öngyilkos. És akkor az ember azt mondja, feküdjön jó helyre, ezt és ezt ne egye, szellemet engedjük el, és azt mondja, de Kovács úr, nekem csak cisztám van. Tetszenek érteni, amit mondok? De mitől van? Bizony két-három dolognak, vagy négynek össze kell jönni, hogy egy betegség bekövetkezzen. És el lehet tüntetni, de hogy az ne jöjjön vissza, mit kell csinálni? Meg kell változtatni az addigi fekhelyemet, gondolkodásomat, érzésvilágomat, táplálkozásomat, mert ha mindent ugyanúgy hagyok, mi lesz a következmény? Egy-két év ma visszajön. Most ez nagyon nem szimpatikus, amit mondok. Ugye jobb lenne egy olyan, hogy Kovács úr, eljövünk havonta egyszer, tegye már ránk a kezét. Én szívesen. És azt meg is fogja érezni, meg ott történni is fog valami. De azért, hol van az öröm, hol van a boldogság, hol van az egészség valójába? Önökben. Én mit tudok kiárasztani? Egy jó légkört, egy jó atmoszférát. Tetszenek tudni, mit tudok kiárasztani magamból? Azt, aki és azt, az, ami én vagyok. Mit tetszenek gondolni? Én egy boldogtalan, irigykedő, gyűlölködő, haragvó, féltékenykedő ember vagyok? Vagy egy boldog ember? Tetszenek ezt érezni? Szeretik önök a boldog embereket? Biztos? Ha javasolhatom, keressenek boldog embereket, és töltsenek minél több időt a társaságukba. Lopják el tőlük a boldogság titkait.
szívják magukba. Töltsék meg magukat ezzel az erővel, ezzel az atmoszférával. És ha már sikerült letenni a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 lekötött wattot, árasszák ki magukból. Mit tetszene gondolni? Én megengedem-e, hogy ilyen izzókat kapcsoljak magamra? Nem engedem meg magamnak. Ne, túl nagy luxus lenne itt 200 karácsonyfa izzót égetni magam körül. Nem engedem meg magamnak. Az emberek megengedik maguknak. Ez az egyik legnagyobb probléma. Ez az egyik legnagyobb lelki és gondolati probléma. Ki lehet kapcsolni ezeket az izzókat? Hogyan? Akarattal. Mit kell akarni? Jó legyen és boldogság. Hogy fogja ezt megcsinálni, asszonyom? Mondja el nekem, amit ma itt hallott. Mit fog csinálni mától, hogy boldogabb és örömteljesebb legyen? Hogyan? Azt mondja, fogom keresni. Aki keresi, nem találja. Aki akarja, nem éri el, mert hol van? Bennem. És mikor? Mindig. Miket fog kikapcsolni, hogy ennek legyen tere? Negatív dolgokat. Irigységet, rossz indulatot, minden rosszat. De mik ezek a rosszak? Tetszenek? Én azért kell konkretizálni, mert azt mondom, kikapcsolok minden rosszat. Kevés. Részletekbe menően kell menni. Mert föl kell ismernem. Trükközik. Ezt az egész trükkrendszert tetszenek tudni, hogy hívják? Ego. Azonosítom magamat ezzel a sok egóval, amit belém tápláltak. Anyuka, apuka, óvónéni, iskola, egyetem, munkahely. Te ez vagy. Ez az ego. A beléd rakott boldogtalanság. Ez a te személyiséged. De a személyiséged nem lehet boldog. Az egónak a legnagyobb ellensége a boldogság és az egyéniség. Mert ha ön ezt a sok tanult, negatív dolgot le tudja tenni, előjön az egyénisége. Természetes lesz, és boldog. Szeretik az emberek a természetességet? Ön szereti, amikor egy természetes emberrel találkozik? Hát miért? Mert ez maga a boldogság, az örömteljiség. És amikor találkozik a Neumayerral, ugye? Na de ma milyenek az emberek? Nagyon sokan Neumayerek. De ahhoz, hogy természetes legyen, mint egy kisbaba, most bocsánatot kérek, Jézus Urunk hogy mondta? Ha nem váltok újra olyanná, mint a gyermek, nem mentek be a? Hát mert a mennyek országában mi van? Öröm, boldogság és örvendezés. Most bocsánatot kérek, tessenek elképzelni, a templomban azt mondják önöknek, hogy örüljetek, legyetek boldogok. Hát ott azért más a program. Szomorúnak kell lenni, fehér, és akkor minden rendben van. Na de kitől tanulják ezt? Mert Jézus Urunk mást mondott, azt mondta, legy örvendezzetek. Ki az, aki mától megpróbálja letenni a karácsonyfa égőket? Nyújtsa fel a kezét. Többiek tartózkodnak. Jó. Meg fognak lepődni. Meg fognak lepődni. Tessenek elhinni. Ma az emberek keresnek, kutatnak. Beutazzák, megy görögbe, olaszba, spanyolba, törökbe. Megy, keresnek valamit. Nagyon keresik, nagyon messzire elmen. Áldoznak érte. De higgyék el, nem tudják, hogy mit keresnek. Nem tudják. Csak keresi. Hát, ha valahol megtalálja. Tetszenek tudni, mit keresnek az emberek? A boldogságukat. És azt hiszi, görögbe, törökbe vagy olaszba megtalálja. Hol van a boldogság? Itt és most és bennünk.
És aki megteheti, menjen el görögbe, törökbe, meg olaszba. De hagyd mondjam inkább úgy, hogy Olaszországba, Törökországba, vagy Görögországba, mert ez így szép. És mihelyest, hogyha már valaki nem eszik, hanem kajázik, akkor itt bent, tetszenek tudni, az a valami már nem lesz szép, mert el van rondítva. Anyuka reggeltől estig csinálja a töltött káposztát, pucolja a kis tyukot, fölvágja, oda teszi, ott van, megterít, kés, kanál, villa, szalvéta. Mit kajázunk? Ez nem kaja, hanem ez egy étel. Ez egy szentség. Fia van itthon? Az nincs. Ital az van, ha szeretnél inni. Tetszenek tudni, egy szóval tönkre lehet tenni egy embernek a félnapi munkáját. És ez a mi édes anyanyelvünk. Erre meg kell tanítani az édes gyermekeinket, meg az édes drága férjünket is, vagy esetleg az édes drága feleségünket, ha már elfelejtette. Mert ez a nyelv, ez édes. És a kaja, a pia, a buli, ezek nem édes dolgok. Ezek valami egész mások. Ezek olyanok, hogy megkeserítik itt belül azt, ami láthatatlan, hallhatatlan, azt, amit csak a szívével érez az ember. Másra tetszettek ma számítani? Mennyivel szimpatikusabb az, amikor elmondják valakiről, hogy mindent jól csinálsz, szépek a tanulmányai eredményed, jó a munkád, látom, haladsz, minden rendben van, kapsz jelvényt, kitüntetést, nagyon jól csinálod. Én egy embert abban mérek, mennyire boldog, mennyi öröme van az életben. Mert ha boldog és van öröme, akkor jól csinálja azt, amiért lejött ide a földre. Az ember azzal a vágyjal jön le a földre, hogy boldogságot éljen meg. Tessenek körülnézni. És mindenki oka. Oka a felesége, oka a férje, oka a társadalom, oka a politika, oka éppen a város, hogy itt él, oka az ország. Holott egyedül ki az oka? Csak ő saját maga. Milyen jó a felelősséget átpasszolni. Nem én vagyok az oka, tényleg. Nagymama? Anyuka? Férjed? Az emberek szeretnének szabadok lenni. A szabadság, tetszenek tudni, mit jelent? Hogy felelősséget vállalok magamért. Kezembe veszem a sorsomat. Ja, csak sokan úgy szeretnének szabadon lenni, hogy nehogy valami felelősség ráessen. Vannak itt vállalkozók, egyéni vállalkozók? Felnyújtják a kezüket? Kik azok? Szabadok tetszenek lenni. Ugye semmi dolog nincs, szabad vagyok, egyéni vállalkozó vagyok. Azt csinálok, amit akarok. Mi jön annak, aki egyéni vállalkozó? Hatalmas felelősség jön. Hatalmas felelősség. Jó a szabadság, csak szabadság egyenlő hatalmas felelősség. És mindenki szabad szeretne lenni. Nagyon nagy ára van a szabadságnak. Én jövő tavasszal szeretnék még ide eljönni, hogyha esetleg önök is úgy gondolják, és a szellemvilágról szeretnék majd önöknek beszélni. Beszéltünk már testi bajokról, energetikai gondokról, beszéltünk már egy kicsit a vallásról, beszéltünk már egy kicsit a léleknek a rejtelmeiről, és a legfinomabb testről, szellemi valóságról szeretnék majd olyan március, április, május környékén valamikor beszélni önöknek. És amikor már látják ezt az egészet, és még mindig azt mondják, hogy még ennyi nem elég, ez lesz a jelszó, akkor nagyon szívesen beszélnék önöknek olyan emberekről, akik mindezeket nagyon jól csinálták. Hallottak? Hallottak már Attiláról? És mit tudnak róla?
Kíváncsiak önök Attila életére? Ki volt ő? Mit csinált? Hogy élt? Hogy lett a világ ura? Ki volt az Isten ostora? Hallottak már Szent Mária Magdalénáról? A világ legcsodálatosabb nőjéről? Akiért a keresztes lovagok az életüket adták? Akiért a templomos lovagok építették a templomokat, a Notre-Dame-okat? Tetszenek tudni, ez a szó mit jelent, hogy Notre-Dame? A dáma, asszony. Notre-Dame, mi asszonyunk. És ki volt a keresztes lovagoknak az asszonya, akiért az életüket adták? Szent Mária Magdaléna. Ki lehet ez a titokzatos asszony? Mit tudott ez? Kíváncsiak az életére? Hallottak már Szent Mártonról, aki Magyarországon született? A világ egyik legnagyobb gyógyítója, tanítója volt? Tetszenek tudni, ha ilyen csodálatos embereknek megismerjük az életét, akkor tanulhatunk tőlük, hogy hogyan kell élni. Hogyan kell úgy élni, hogy a világ megemlegesse a lelki kiáradásunkat. Mert ezek az emberek tudtak valamit kiáradni a világba, szeretetet adni a világba, örömöt kisugározni a világba. Szívesen beszélek majd önöknek egy-egy olyan emberről, egy-egy olyan csoda emberről, akik mindezeket, amiket mi itt most tanultunk ebbe a kis fél évbe, nagyon jól csinálták. Hallottak már Jézus Urunkról? Valami olyat tudott, amiben a világon ő a legjobb volt. Tudott örülni az életnek, tudott boldog lenni. És ezt az örömet, ezt a boldogságot ki tudta sugározni. És vajon most, hogy már a túlvilágnak a királya, kisugározza-e még mindig ránk? Hát bizony ki. De ki tud csak adni? Hát akinek van. Mit kell ahhoz csinálni, hogy legyen? Hát ezeket a lépéseket tanuljuk. Mindig ennyire komolyak tetszenek lenni? Kérnék szépen akkor néhány olyan embert, aki szeretne gyógyulni. Jó, tessék kijönni. Kérném szépen a Pintér Mirkót, hogy jöjjön ki. Aztán kérem szépen, hogy igen, gerinc probléma. Úgy látom, nagyon komoly gond van. Drága asszonyom, öntől, ha kérhetem, van itt rendelünk Salgótarjánban. Asszonyom, önnek a új perce. Új perc és reggelente hátfájással ébred a hölgy. Jó. Azt kérném szépen, hogy oda tessék lefeküdni szépen arra az ágyra, vagy leülni. Elég lesz, hogyha leül ide az ágy végére a hölgy. Ezt vigyük előrébb, ezt az ágyat, hogy nehogy azt tessenek hinni, hogy itt a háttérben valami olyan történik, ami... Igen, Mirikém, szépen föl kellene a hátat lazítani, arra tessék kifordulni nyakat, és akkor utána egy kicsit megenergiázni az ujjat és szépen kimozgatni. Ez az az új, ugye? Jó. Ezt majd jó, mindjárt megnézzük. Asszonyom? Odaadom ezt a mikrofon. Akkor még egyszer. Ide tessék, hogy mindenki hallja, hogy hitele. Nyakam fáj, szédülök nagyon sokat. Igen. Zsipadnak az ujjaim, és az az ujjam beragad. Igen. Mióta van ez? Ez az új beragadás körülbelül 2 éve. Igen. Ez a szédülés, és hát ez már régóta. Igen, ez az új beragadás, itt el van kopva egy ízület. Igen. Tehát azt most tetszik érte, nem tudom helyre tenni, nem lehet hozzárakni. Ez csak úgy mondom, igen. Hogy ez fennáll. Ez felelőtlenség lenne azt, hogy na most én ezt megcsinálom. Értem. Nyaka, mennyit mozog? Meddig mozog? Nézzük hát, meg, jó? Én minden reggel megpróbálom tornászni. Hát igen, itt egy olyan 30-40 fok híja van, itt egy olyan 20 fok. És nagyon meg van hajolva a hát is. Igen. Zsibbad a keze is? Igen. Azt tetszik tudni, mitől zsibbad? Hát, ha erősen fogok
valamit akkor. Így álló helyzetben nem? Így nem. Jó. Ez a hetes nyakcsigolyától, ettől a csigolyától. Igen, ott fáj. Egy picit hagyj mutassam már meg, tessenek csak nézni. A csigolyáknak így kellene egymáson állni. Na most képzeljék, így áll a csigolya, annyira nyomja itt a csigolya az ideggyököket, hogy kisugárzik ide a kézbe. Engedje el az ára, kedves. Hol tetszik lakni? Salvatárjában. Most van itt először? Igen. Hogy jött az ötlet, hogy eljöjjön egy ilyen? Hallottam, erről is láttam a kazettáj. Csak rosszat mondtak rólam, vagy jót is? Jót hallottam, azért jött. Köszönöm szépen. Ez ritka dolog egyébként. Torontóban voltam kint, és még annyi magyar nem gyűlt össze az elmúlt 50 évben, mint amikor kimentem. És hát elég nehéz volt megfejteni, hogy van ekkora érdeklődés. És kiderült, hogy körülbelül 50 ezer szórólapot szórtak szét Torontóba, hogy el ne merjenek hozzám jönni. Mert nagyon veszélyes ember vagyok, és erre fel eljött mindenki, mert kíváncsiak voltak. De akkor itt nem így történt. Lazán. Egész lazán. Tessék, én majd csinálom, nem kell segíteni. Jó. Jó. Próbálja meg most a nyakát, hogy mozog. Újak. Jobb érzés egy kicsit. Jó, örülök neki. Ez a nyak most egy 50-60%-ot javult. Ha eltetszik jönni egy-két kezelésre ezt a pupot, most ez is körülbelül egy olyan 30-40%-ot. Nincs itt ez a nagy pukli. Már jobb. 2-3 kezeléssel teljesen egyenesre lehet hozni. Itt Salgó Tarjánba a utca még egyszer. Rákóczi út 6 szám. Október 5-e hétfőn van rendelésünk, és szerdánként szoktak még járni a kollégáim. A telefonszám a budapesti telefonon lehet, vagy itt előadás után szépen be is lehet jelentkezni. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Asszonyom? Szellem van. Mindjárt el fogjuk engedni. Itt hogy alakult a hát, hogyha megkérdezhetem? Akkor reggel fogom megkérdezni, jó? Jó? Próbálja meg most, hogy milyen érzés. Jó? Isten áldja ezt, reggel már nem kérdezem meg. Jó. Itt mi a probléma? Mi? Hogy kellene hallani? Hát rendesen, hogy ja, mindig rendesen. Szóval, hogy hallják, jó, akkor Marikát kérném szépen, Hegedűs Marikámat, hogy jöjjön ki. Csinálunk egy próbát, jó? Jó. Be fogom fogni az egyik fület, és mondok szavakat, tessék utána mondani, csak amit hall. Piros, sárga, zöld, fehér, fekete, kék. Nem hallottam. Semmit? Semmit. Zöld, piros, fekete, sárga. Egyik fülére se? Egyikre se. Hú! Na nem baj. De honnan? Jó, tessék oda helyet foglalni, és megkérjük a kis tündérkénket, Marikánkat, meg az égieket, hogy segítsenek, jó? Asszonyom, csinálunk itt is egy próbát, jó? Tessék utánam mondani. Piros, zöld, sárga. Nem hallja. Fekete, piros, zöld. Erre a fülére sem?
Jó. Még annyit hagyj kérdezzek már meg, hogy orvosnál járt ezzel, és mit mondtak? Talán műtéttel lehetne segíteni, el van messzesedve a nyaki gerinc, tehát a hallócsontok is, de hát nem egyeztem bele. Féltem tőle. Jó. No, csinálunk egy próbát. Piros. Piros. Zöld. Zöld. Sárga. Sárga. Fekete. Fekete. Kék. Kék. Jó. Természetesen ez még nem 100%, egyszer-kétszer meg fogjuk kezelni, jó? És a második alkalom holnap lesz. Kérem. Drága asszonyom. Mondok szavakat. Tessék. Piros. Piros. Zöld. Zöld. Fekete. Fekete. Most ezt befogom. Kék. Kék. Piros. Piros. Sárga. Sárga. Mi történt? Ó, nézd, egy gyógyultam. Meggyógyult? Úgy hiszem. Úgy hiszi, vagy tényleg meggyógyult? Hát ezek szerint tényleg meggyógyultam. Na, hát akkor ez már beszél. Köszönöm szépen. Én is köszönöm Puszit szépen. Puszit adott Marikának? Nem adtam. Akkor tessék neki adni. Már ha én nem kaptam, legalább ő kapjon. Jó. Bátyám önnél? Szintén hallás. Hallás. Oda a műtőasztalra tessék lefeküdni. Kiírjuk, hogy fülorgégészet. Hát nekem itt hallókészülékem. Itt a halló. Még jó, hogy nem. Mondjuk itt. Jó. Tessék letenni. Csinálunk egy próbát, jó? Mondok szavakat. Piros, zöld, sárga. Sárga. Cica, pipa, tisza. Egyet eltalált az úr. Cica, pipa, szita, tisza. Zöld, kék. Zöldet van. Zöld. Jó. Egy-egy szó foszlány. Te jó Isten! Jó, bátyám, gerincel, ide tessék. Előbb nézzünk egy hajlást, hogy hogy enged most lefelé. Térdig. Jó. Nyakat megnézzük. Ajjajajaj. Tessenek ide nézni, ez egy 15 fokot mozdul. 75 híja van. Másik oldal ugyanaz. Teljesen be van állva a nyak, teljesen be van állva a derék, kezek, az is. Komoly. Tehát ez nem egy apróság. Járt ezzel már kezelésen? Igen, igen. Miket próbáltam? Hát több esetben voltam az Orfiba már, és volt nem sok eredmény.
Jó, hát akkor Pintér Mirkó kezeibe ajánlom. Tessék hasra lefeküdni, és amit itt most tetszenek látni, ez egy kezelésnek persze egy kis része, mert ugye néhány mozdulatot fogunk látni, és az eredményt. Most aki 2-3 komplett kezelést kap, azért tetszettek az előző előadásokon látni, csipőizület beszükülések tűntek el, gerincsérvek tűntek el, nyakcsikolya messzesedések, válizület problémák. Itt tetszettek most hallani, látni, hogy a süket emberek meggyógyulnak. És tetszettek már látni olyan eseteket, amikor hát nagyon komoly szemproblémák meggyógyultak, nem láttak az emberek, és utána olvastak. Nyugodtan eljöhet. Asszonyom, gerincműtét után is el lehet jönni, és fogunk segíteni. Hát mi is messze vagyunk, eljöttünk ide, eljöhet. Az ország több helyén van rendelünk, ha valaki fölhívja a budapesti központomat, vagyunk Szegeden, Békés Csabán, vagyunk Szolnokon, Kecskeméten, Győrbe, Miskolcon, jó? Hétvégén is van, szombatonként Budapesten dr. Pálus Attila kollégám rendel, Miskolcon pedig, ha jól emlékszem, péntekente van rendelés, Pap Béla kollégám az ITC székházba rendel. Jó? Drága asszonyom, önön egy szellem van. Fölismerte, hogy kicsoda, vagy segítsek egy kicsit. Tessék közelebb jönni. Tehát 4 éve van önnel ez a szellem, női szellem. 61 éves idős hölgy öngyilkos lett. Nem család, nem rokon, de tetszett ismerni. Tehát egy ismerős ember. És ilyenkor, ha valakihez szellem tapad, ezt úgy tessenek fölfogni, hogy ugye meghal az ember, az a normális dolog, hogy ilyenkor kinyílik a túlvilág kapuja, és átmegy a túlvilágra a szellem. De nem minden szellem megy át. Az öngyilkosok szelleme mindig itt marad. Az asztrál világban is. Nagyon gyakori, hogy egy-egy emberhez hozzátapad, mozgásszervi, de lehet látás, lehet depressziós problémákat okozhatnak, és ilyenkor egyetlen dolog van, hogy ezeket a szellemeket égi segítséggel visszaküldjük a túlvilágra. Itt a hölgynél ezt fogom tenni, és most itt ne arra tessenek gondolni, amiket filmekben meg össze-vissza mutogatnak itt ördögöket, meg démonokat, meg nem erről van szó. Egy teljesen természetes dologról, és általában ezek a szellemek kiket választanak ki? Hát egy kedves aranyos embert. Nagyon érdekes, hogyha van egy nagyon rossz indulatú, egy ilyen magának, ahhoz még a szellem se kötődik. Igen, igen. Megfigyelés, tehát még a szellemek is azt mondják, hogy bocsánat, de talán inkább egy kedves embert választunk. Jó. Sokszor úgy érzem, mintha lakásban is lenne. Megnézzük, hogy van-e. Van 3 szellem a lakásában is. Na most, ha valakiknek a lakásában szellem van, a Buda Tamás kollégámat kérném szépen. Buda Tamás az, aki lakásokba kiszokott járni, és a szellemeket el szokta engedni. Az ország több pontjára ő szokott elmenni. Ilyen is van. Ha lakásban jelenségek vannak, hangok, mozgások, rossz hangulat, szürkeség, puskaporos a hangulat, nincs az embernek kedve hazamenni, illatokat éreznek, éjszaka főznek a konyhába. Jönnek, kimennek, és sehon sem, és jön az illat. Szintén szellemek vannak a házban. És mit tanultunk? A szellemek érzik az illatokat. És amik ők asztrál szinten főznek, átjön az illat az asztrálsikról át. Borotva szeszillatot éreznek, vagy dohányfüst illatot, és senki nem dohányzik. Ja hát, és ha a szellem dohányzott, ott van a levegőben. Ilyen esetben nekünk kell kimenni a lakásba, megkeresni a szellemeket, és visszasegítjük a túlvilágra. A tavaszi előadáson ezekről a szellemekről fogunk beszélni, úgyhogy
nyugalmat, békességet hozzak el vele, tehát nehogy az legyen, hogy ja Istenem, félünk a szellemektől. Meddig félünk? Hát amíg nem ismerjük őket. Tessenek megfigyelni, az emberek mindig attól félnek, amit nem ismernek. És ha megismerik, ha megoldják. Nagyon sok ember fél a betegségektől. Miért? Hát mert nem tudják, hogy mik okozzák ezeket a betegségeket. Egy pillanat. Mit tetszett érezni? Hát, különösebben nem éreztem. Na akkor nézzük, hogy tetszik-e hallani. Piros, zöld, sárga, sárga. Fehér, fehér, fekete, fekete, piros, piros. Nem rossz. Fekete, fekete, zöld, zöld, sárga, sárga, piros, piros. Jobb vagy nem jobb? Erről van szó. Na most tény, hogy egy kezelésnél nem lehet azt mondani, hogy na most volt 80 decibel probléma, és meggyógyult. De hogyha ezt kétszer, háromszor megismételjük, egy szép eredményt el lehet érni. Van, akinek egyszeri kezeléssel is tökéletes lesz a füle. Van, akit néhány alkalommal megkezelünk. Drága asszonyom! Nézzük már meg önnek, meddig fordul a nyaka. Hát bizony itt is 60 fok híja van, nagyon-nagyon keveset. Hú, itt is. Alig fordul ez 30-30 fok. Vállat meddig, tehát karokat meddig bírja fölemelni? Hát elég keserveske az is. Lehajolni meddig tetszik tudni? Igen, jó. Hát akkor engedjük el ezt a szellemet. Hangosan tessék kimondani, körülöttem lévő szellemek, elengedlek benneteket. Körülöttem lévő szellemek, elengedlek benneteket. Azt mondjam, nyissa ki a szemét, és próbálja most felemelni a kezét, hogy milyen érzés. Könnyebb. Nyakát jobbra-balra megmozdítani, másik oldal, tökéletes. Mondja már el, legyen szíves, hogy 3-4 éve van ez a komoly nyakbeállás. Igen. Most, hogy érzi, hány százalékot javult? Szerintem, mintha teljesen jó lennék. Olyan könnyű. Jó. Érzette valamit közben? Meleget éreztem. Meleget. Jó meleget. Köszönöm. Még egyszer nézzük már meg jobbra-balra a nyakat. 100%-os az is. Gyönyörű. Köszönöm szépen. Isten áldásával.
lehajlás is tökéletesen meg. Köszönjük szépen. Hát akkor még egy feladatunk van, hogy megnézzük majd az Úrnak, mennyit javult a gerince. Itt, amit tetszenek látni, több mint 300 fogásnak az eredménye, minden izületet, minden csigolyát megcsavargatunk, jobbra-balra szétszedünk, messzesedést eltávolítjuk, kenőanyag kerüljön a csigolyák közé, és hát itt eredménynek kell lenni, tehát itt nincs mese. Sok-sok éve, hogy az emberek mozgásszervi problémákba szenvednek, több mint 100 éves múltja van ennek, mert eltűntek valakik, eltűntek a csontrakó emberek. Én hallottam, hogy a II. Világháborúban még az egészségügyi osztag, tessenek segíteni nekem, hogy hívták őket, szanicíszek. Ők még tudták ezt a csontrakó mesterséget is, és bizony egy gerincet, egy nyakat, egy vállat, egy lábat helyre tudt. Volt kiképzésük, ha nem is több száz fogás, de azért 8-10-15 fogást tudtak. És nekem is úgy mesélték, hogy valamikor voltak ilyen csontrakó emberek. Talán tetszenek emlékezni Felvidéken a Pista bácsira, nagyon sokan jártak hozzá, vagy Tisza Szederkénybe a Kisernő bácsira. Ők voltak azok a híres csontkovácsok, akikhez klinikákról hordtak ki embereket, de meghaltak mind a ketten. Mint egy 20 éve az országban szinte egyedül voltam, aki ezeket a módszereket összeszedtem, és nem csak a magyarországi, felvidéki, erdélyi, hanem távol-keleti, amerikai, orosz, kínai, a Hawaii-szigeteken lévő maori indiánoknak a fogását, dél-amerikaiakét, több mint 320 fogást szedtem össze, és egy olyan módszer állt össze, amivel bizony minden csigolyát át lehet mozgatni, és az egyik legrettegettebb betegséget, a gerincsérvet is meg lehet oldani. Van néhány nagyon kedves, nagyon ügyes tanítványom, akik ezt alkalmazzák a budapesti központunkban, és hát hetente egyszer itt Salgótarjánban is. Akinek gerincferdülése, lumbágója, csipőizület beállása, szívritmus zavara van, ami szintén általában gerinc problémából szokott jönni, légzési nehézsége, új perc mozgás zavar, csukló, könyök, válizület gondok, ezeket mind-mind meg lehet oldani. Tetszenek látni, ez egy nagyon komoly fizikai módszer. Tehát egy csontkovácsolás az nem olyan, hogy hiszek benne, vagy nem hiszek, ez egy nagyon komoly fizikai módszer. A földsugárzások, amelyek a gyulladásos betegségek és a rákos betegségek hátterébe vannak, ezek energetikai módszerek. Amikről beszélgettünk ma, az öröm és a boldogság, illetve a nyomorúság, a boldogtalanság, azok lelki problémákat okoznak, és azok fognak pszichoszomatikus tüneteket képezni. És tetszettek itt látni egy kedves hölgyet, aki 4 éve szellem van, neki szellemi problémája volt. Hol lehet megoldani? Szellemszinten. És akiknek elment a hallása, bizony évekig földsugárzásba feküdtek, bizony bemeszesedett a nyakuk, elfojtotta a hallóidegeket, leálltak a fülek, energiával és szellemi segítséggel lehetett visszaadni a hallásukat. Olvastak már ilyenről, hogy valaki süketeket gyógyított meg? Ki volt az az ember? És a tanítványai? Hallották, hogy a tanítványai is süketeket, rosszul látókat, gerincbetegeket gyógyítottak? És mit vittek csak magukkal? Csak a pálcájukat. És a Jóistenbe vetett hitüket, tudatukat. Mert amit itt tetszettek ma látni néhány pillanatban, ezek nem csak földi dolgok, ezek égi dolgok is. És ezeket az égi dolgokat tetszenek tudni, hol találjuk meg? Belül, önmagunkba, valahol mélyen, a lelkünkben, a szellemünkben. Mert ezt csak mivel látja az ember? Csak a szívével látja az ember. Hát kérném szépen az urat, hogy jöjjön ide, nézzünk meg egy próbát, hogy
mi is történt. Először is nézzünk meg egy nyakmozgatást, ami igen-igen be volt állva, hogy most mennyit mozdul jobbra, balra. Hát én úgy érzem, egy 30 fokkal legalább hát többet. Már a cipőt könnyebben meg tudtam kérni. Hajoljon, le legyen szíves. Gyönyörű. Gyönyörű. Na most, akinek volt már beállva a gerince, az tudja, mit jelent, amikor nem megy tovább. Vagy feküdték már el a nyakukat, hogy csak ennyit mozdult? Milyen érzés volt két hétig? És képzeljék el, amikor valakinek hány éve van így a nyaka? Hát az nyakam már 15. Ezt ne képzeljék el, hogy milyen, amikor 15 évig nem tudják mozgatni. Ebbe belegondolni is rossz. Milyen érzés most? Mit mondan el erről a kezelésről? Úgy őszintén. Hát a kezelés az nem volt egy kellemes, de most nagyon jól érzem maga. Ez a lényeg. Igen. Köszönjük szépen a bizalmát. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük Urtónak. Én nagyon szépen köszönöm önöknek azt, hogy eljöttek, hogy részt vettek ezen az előadáson, hogy egyre magasabb sikokra jöttek velem. Nagyon jó érzés volt megint önökkel lenni, nagyon jó érzés volt a csodáikat megélni, és nagyon bízok benne, hogy néhány embernek itt látható gyógyulása történt, de nagyon boldog leszek akkor, hogyha néhányukba az a láthatatlan, amit csak önök érezhetnek belül. Jó, akkor a következőt kérném szépen. Mindenki nyissa ki a szívén azt a kis ablakocskát, ami ott be van zárva, jó? Nyissuk ki. Itt most semmitől nem kell félniük, mert hál' Istennek vannak, akik vigyáznak ránk. Én fogom kérni azt a szellemi segítséget, amiben én élek, akikkel én élek, hogy most valamennyiünk felé sugározzanak erőt, egészséget, úgy, hogy ezt önöknek be kell fogadniuk. Kérném szépen mindenki az egyik kezét nyújtsa föl így, a másik kezét pedig tegye arra a test részére, ahova szeretne energiát kérni. Derekára, vállára, nyakára, szemére. Milyen jó lenne, sívák lennénk, ugye? Nem biztos. Most egy dolgot kérünk. Mert aki két lovat akar megülni, az egyet sem fog. Aki két nyulat kerget, egyet sem tud. Egy dologra koncentrálunk. Mit tanultunk itt ma? Legyünk a jelenbe. Mire kell most gondolnunk? Csak erre az egy dologra. Rendben? Egy percig fogok áldást kérni, mindenki fogadja magába, engedje át a testén keresztül, és a kezéből sugározza ki ezt a gyógyító erőt. Tehát itt beengedjük, átengedjük magunkon, és ezzel a kezünkkel odasugározzuk az erőt, ahová a gyógyítást kérjük. Hunyjuk be szépen a szemüket. Köszönöm szépen.
kettő tisztem maradt még, egyik. Szeretném, hogyha most kontrollálnák azt a fájdalmat, amit igyekeztek eltüntetni. Ki az, aki úgy érzi, hogy nála most gyógyulás történt, az nyújtsa fel a kezét, legyen szíves. Nagyon jól csinálták. Van, aki holnap reggel fogja ezt érezni. Egy nagyon kedves történetet hagyd mondjak el, Siófokon voltam néhány héttel ezelőtt, és egy bácsika nem akart kijönni a színpadra, annyira elkeseredett volt, akkor nap kapta meg, hogy prosztata rákos. De ott ült a sorokba, és az előadás végén volt egy közös gyógyítás, és jobban érezte magát. Hát azért ennek testi jegyei vannak, amikor az ember nem prosztata rákos. És visszament egy kontroll CT-re. És a CT mutatta, hogy eltűnt a rákja. És két hét múlva eljött, és elmondta ezt a rendelőbe, hogy ő ebben az áldásosztásban vett részt, és milyen csoda ez egyébként az interneten, ennek a bácsikának a története is látható. Van egy honlapunk, az a címe, hogy www.csodálatosgyógyulások.hu. Minden nap fölkerül egy csoda, ami közöttünk ma, a mai világban megtörténik. Van egy másik honlapunk is, www.szellemvilág.hu. Ez pedig olyan csodás történetekről szól, amiknél szellemeket engedünk el, mint ahogy tetszettek itt látni a hölgyet, 4-5 éves vál hátfájás tűnt el, és rögtön jobban lát. De hát van, aki inzulin tesztre, valaki 5-10 éves betegségeket, valaki a depresszióját. 2-3 perces kisfilmekben mondják el az emberek. Az, hogy mi itt ma együtt lehettünk, hogy mindezeket meghallgathattuk hónapról hónapra, engedjék meg, hogy megköszönjem Blaubacher László és Blaubacher Lászlóné Katikának. Egy pillanat rájatok fel, legyetek kedvesek! Ők a 60-i Harmónia Egészségközpontnak a tulajdonosai, vezetői, és talán így jobban tetszenek ismerni, hogy a 60-i Adidas és Nike boltnak a tulajdonosai egész életüket arra fordították, hogy az egészséghez egy kis eleganciát, egy kis jóságot, egy kis szépséget vigyenek. Nagyon sok sportolót, sportrendezvényt támogattak évek óta, és most bennünket ezzel támogatnak meg, hogy nem csak Salgótarjánban, hanem az egész országban városi előadásokat szerveznek. Elmondhatatlan köszönet mind a kettőjüknek. Nagyon sok munkába kerül egy ilyen előadás megszervezése. Isten áldjon meg benneteket, és Isten áldja meg azokat, akik úgy döntöttek, hogy az öröm és a boldogság útjára lépnek. Isten, Isten! Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm! Köszönöm szépen!